10 perc van pontosan. 7 óra, Ákos, köszönjük szépen. Köszi, Ákos, ne itt hagyd a kis jegyzeteidet. Jó volt, hogy szolidan jelezte a Balázs, hogy vége a negyed órán, és megdobott 3 csináltam? De csak átraktam a feljeire, végre élvezem, hogy van egy kis üres, jó, át lehet dobni. És kikapcsoltuk a klímát, mert Ákos bemondta a legjobbat, hogy mi van, ha a klímában a baktériumok megtelepednek. Bizony. Így tehát lassan szaunaparti és van. És most már nem félnek, és átmennek a te torkodba. Igen, átjönnek az én torkomba, mert hogy üveg meg nincs, vagy ablak meg nincs a stúdiónkon. Nincs. Miért lenne, ahol friss levegőt lehetne beengedni? És csak 6-8 ember lát, minden reggel. Nem érdekes. Úgyhogy most kikapcsoltuk, jó? Igen. Hozzak egy kis szaunát, egy kis csapkodást, és kis sót, mézet, és akkor... Hát szerintem ezek jól hangzanak. Ebben a sorrendben legyen, aztán még kétszer ugyanez. Kezdődik a felöntés. Az a baj, hogy ez a klíma, ami nekünk be van szerelve, ez szerintem olyan 96 környékén volt garanciális utoljára. Nem tudom, hogy ki nyúlt hozzá azóta. Ezeken a csöveken szerintem, hát itt még Kossuth is itt mondta el az utolsó beszédét szerintem. Igen, hogyha levennék az álmenyőket, lehet, hogy találnak ott egy mennyi családot, vagy valamit. Tehát... Itt jelentették, hogy elesett Segesvár, mindenki meneküljön, érted? Ebből a házban. Bevőzsőt már muszlik. Igen. Szóval hát persze, nem, mert igaza van, Ákosnak, ezt a klímát nem szabad használni. Nem. Vagy tisztítassuk ki. Így van, egy lángszóróval. Tisztítassuk ki. Én nem akarom. Nem, mint az ötödik elemben. Oda hajtóműveket, start előtt. És leesnek az ilyen kis élősködők, akik ott vannak. Kérjük meg Gyugyot, hogy hozzon valami sprét, de nem a maliciáját, hanem, mert az nem segít, hanem valamilyen klimatisztítót, és fújjuk be. Jó, az a baj, azért valamit, hogy ez ilyen nagy komu. Nem, csak ne rábízzuk, mert tudod, hogy abban a pillanatban, hogy a kezébe kerül a Gyugyonnak egy ilyen dobozos Neolux, akkor rögtön felfújja a falra, hogy vödrös zsír. Esetleg meghirdethetjük a fogadgyörökbe egy stúdiót. Egyébként nem rossz ötlet. Három álló ventilátort szeretnénk. Várjuk az orvosok, kápolók jelentkezését. Aki... Igen. Mi tegnap örökbe fogadtunk egy kórtermet a Margit kórházon, most a fogadgyörökbe egy rádió stúdiót. Ez egyébként jó. Vagy ha van klímatisztítód, állj már meg, és fújj már be nekünk. Perc egyébként kitisztítani, meg kicserélni benne a szőrőt. Gyugyon megcsináljam, így ugyan tudod, milyen hal valamit most, mint szupernagyinak, így elkezdtek is antennája így hegyezni, köröz a feje körül a mutatójával, hirtelen kicsinál két metávillát, kinyílik a személy, és elindul a stúdió felé. Őt most beprogramozták, mint szupernagy. És hogy kicsit lihegve, egy picit áthizat pólóban bejön. Gyerek, itt fél tízkor már létrehangját halljátok majd, és fújja. És fújja a hatalmas puffadást, amivel belere meg az összes szeizmográf a környék. Gyula, megmondta, hogy ne ilyen lépkedős létrát hozzá, hanem a sima házi létrát. Így van. Na jó, megnézzük, hogy ki a hét utolsó, előtti játékosam. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. De kis nyomi vagy egy monóba. Halló, jó reggel! Jó reggel, fiúk! Hát Csonka brigád van, hát hallom. Szia! Azám. Sziasztok, Ibolya vagyok Budapestről. Ibolya, drága! Kivel játszana? Hát én úgy döntöttem, hogy a Janit vállalom. Aranyos, hogy jó, ne szépen, én sáruljak. Te beteg vagy, le vagy merülve, hát most miért rúgjunk még beléd? Ez így van? Nem. Nagyon jó. Ez egy nagyon-nagyon jó választás. Indítjuk az órát. Jó, legyél ügyes, Ibolya. Köszönöm, megpróbálom. Na hajrá, 3-2-1, tessék. Ibolya, tudsz diagnosztizálni? Megpróbálok. Jó. Szerinted mi baj van Balázsnak? Balázsnak? Hát szerintem a rossz indulat ráment a torkára. Rossz indulat? Rossz indulat, igen. És ezért egy kicsit beteges. Kimondtad azt, hogy igen, kimondtad sajnos. Az igen, Tibolya, pedig most kezdett igazán jól lenni ez olyan, a beszélgetés. Végre nem egy átlagos csütörtökre. Mondom, ennyi király lesz már. Az bizony, szép volt, Jani. Azán. Ibolya, hát... Nem könnyű. Nem, igen, úgy szerettem volna ezt még sorod. A Róri indulat ráment a torkára. A szemétség púpot növesztett a hátára. Ibolya. Tudjuljál meg! Nem baj, ez most a teszádból azért annyira nem hiszem el. Igen, tehát, hogy azért most a teszádból azért ez kevésbé hiteles. Hát azért le van takarva a telefonom, tehát azért óvatos voltam. Ja, hogy ne kapjál el semmit, helyes, takar le. Honnan hívtál minket, Ibolya, egyébként? Budapestről. Mondtad? Mondtam. Ibolya, hát ez egy rövid játék volt, sajnálom, pedig tényleg fölkaptam a fejem, és elkezdtem röhögni. Na mondom, végre ez jó lesz. Most kapok, ez hat szóljon. Szépen, omohatatlan. Jó van, köszönöm, és szép hétvégét nektek. Sziasztok. Ibus, puszi. Puszi, mindenkinek a cég Birin.
Oké, köszi, sziasztok. Szia. Szia, Ibus. Ibus elvérzett. Naha, kár, én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy folytatja. 50 másodpercen keresztül már vártam, hogy 50 másodpercen olyat kapsz, csak hátradőlök, végighallgatom, és ha még ha elbukjuk, akkor is megérte. És még kap egy erdélycsomagot is, tök jó, de sajnos nem hallhattunk tovább. 6 perc a pontosan 7 óra, jön vissza Ákos, gyerekek, hát ilyen könnyű a reggeli műsorvezetők élete, hogy hírekből be, hírekből ki, mi elmegyünk egy kicsit, aztán jövünk vissza Ákos, hírei után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 16 perccel. Itt vagyunk, jó reggel. Kusz, gyerekek, még a reggeli hangolásokat halljátok, mert hogy egy ilyen hello, meg egy ilyen mi van veled, meg milyen a kávén kívül, még sokat nem beszéltem, és most igen. Szóval, hogy most. Most meg igen. Hú, de rosszul szólunk, ti is. Nekünk nem vált, vagy én nekem nem változott, igen. Nem? Ilyen szúnyog hangot hallok, nincs tere, nincsen semmilyen. Na mindegy. Ez a péntek reggeli szerénység. Ez a péntek reggeli szerénység. De nagyon rossz. Azt a mindenit neki. Várjál, azt egy kicsit vegyük lejjebb, és egy kicsit adjunk többet, mert minden bejön. Ebből egy picit bejön, ezt egy kicsit nyomj fel, azt a nyomj meg, az villog, azt jobbra, ezt meg szerintem kapcsolat ki, mert nagyon világít, és vörösen. Nem, még mindig nem jó. Na mindegy, na milyen volt, Feri, jó reggelt, hello, visszatér. Nem bírtam tovább, nélkületek nem akartam már. Istenem, nem bírja. Rám lesz a földön. Mert az épület ide, annak idején jól megépítették, hogy ne bírta volna, úgyhogy köszönöm szépen, hogy azért ezeket itt hagytátok, tehát hallottam már hírét a tegnap reggelnek. Jött percet, tudod, mindig jelentenek mindenkinek. Szenzációs volt a Harley Fesztiválos koncertezés, az mindig egy nagyon jó, most már évek óta ugye mi nyitjuk a szerdát, de valami most történhetett, nem tudom mit adtak a szerdai belépőjegyekhez, de olyan fulltelt ház volt a sátorban, egy ilyen marha nagy, ugye mi vagyunk mindig a kis színpadosok. Nem. Képzeld el, marha jó idő volt, kint lehetett fetrengedni, kint lehetett ülni, és hát ilyen nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, marha jó buli volt. Egy dolog azért beárnyékolja, tehát ha én a Harley vagyok, akkor mindig történik valami. Tavaly ugye egy kicsit túlutaztam magam a vonattal, tehát Budapesten ébredtem meg reggel. Ez a tavalyi sztori volt, és most Garami kollégával, Gáborral húztuk meg magunkat egy ilyen mobil home-ban, mert hogy ő ment tovább, én meg mondom, ott alszunk, tök jó lesz, és megyünk haza. Mindez hajnali 4-kor kezdtük el a mobil home-ot keresni, miután lement a koncert, ilyen 2-ig tartott, még ott megittunk egy italt, hogy nehogy a Garamiról tudni kell, hogy életében nem ivott alkoholt. És mondtam neki, hogy Gábor, ez nagyszerű lesz, mert akkor nyilván könnyen oda találunk a szálláshelyünkre, van 2 hálószoba ebben a kis ilyen letelepített lakóhelyre. Mondom, szépen elférünk, mindenki alszik, és akkor reggel meg megyünk a dolgunkra. Egy teljes órán keresztül kerestük a Garamival a szállásunkat. Ez benne a kempingen belül? Ez nem olyan nagy az a kemping. Ez nem olyan nagy, ebből a mobilhomból most van 200, valahogy így megnőtt a létszáma a dolognak, mi átvettük a kulcsot, még délután mondom, itt van ez az V35, vagy nem tudom mi volt a neve, egy órán keresztül mentünk, már sírva röhögtünk a Garamival, mondom, ezt nem hiszem el, hogy nem találjuk meg, és végül az volt, hogy 2 sor között picit eldugva volt a miénk, érted? És ott botorkász részek motorosok között. Átlépsz mindenkin. Mindenkin átlépsz, figyelj, ne haragudj, milyen sorban vagyunk. Ha fölnézel a falra, nyilván el volt, tehát, hogy ő magának sem volt fogalma. Mindenkit megkérdeztünk, egy órán keresztül már tényleg az volt, hogy figyelj, mondom, feküdjünk be a kocsiba, ezt aludjunk ott, mert ezt most már én nem bírom. Nem feküdtetek le a fűre vagy a nádasba, vagy leheveredik oda az ember. Hát igen, gyorsan. Meg ébrezgették volna, hogy 32, merre van? Igen, kedvű, ez lett volna, meg ha van egy kényelmes ágyad, akkor azért nem biztos lefekszem. Jó az, 20 éves. Egy ilyen hálótársad, mint a Garamitán. Mondom, külön hálószoba. Ja. Azért nem, hogy összebújjuk. Az enyém már megvan, ezt. Megvan, hogy zárva van. Úgyhogy ez volt, egyébként rengetegen voltak, szép motorok voltak, jó csajok, szokásos. Jó, ez volt. Láttam a hagyhívjákunkat is, a mobil stúdiókat is, nagyon szép. Gyönyörű. Láttam. Vittem ajándékot a Csabinak, egy csomó mindent, hogy a hallgatókat, oda nagy számban érkező hallgatókat meg tudja ajándékozni, megnéztem. Én magam is csodálkozom, hogy mire vagyunk képesek. 2016-ban szép volt. Tényleg. Igen.
Azt én nem láttam a képeket. Há, kár, hogy nem láttad. El tudom képzelni. De egy egész nagy sátra van a Csabinak. Hát képzelj, egy teraszt például. Tényleg? Amin, igen, 3-4 széket egymásba tesznek. És akkor ez így. Az volt a stúdió? Aha. De miért volt ez most jelló budget? Nem tudom. Nem, ez egy új vonulat. Ez új egy vonulat? Dizájn változtattuk. Igen, hogy nagy tér legyen, tudod? Minőség. Tehát, hogy legyen levegője, a Csabit nem szorítottuk be a kis stúdióba, hogy tudjanak jönni az emberekhoz, és gyönyörű kilátás van a Balatonra. Az. Hát érted, tehát ilyen körbe teraszolt penthouse lakásokért tudod, mennyit fizetnek, hogy legyen terasz. Csabinak csak az volt. Csabinak csak terasza volt. Drága hallgatók, írjátok már meg, hogy ugyanúgy hallottok engem, mint a többiek. Mert én magamat nagyon furán, ugyanúgy, akkor valami a fülesembe jön vissza. Vagy a fülemmel van baj. Igen, a visszajövő hangunk egy kicsit fura. Lehet a fülemmel van baj. Ráhúzódott valami. Nem. Tegnap küldtem neki egy SMS-t este felé, mondom, na és mit mondott Dr. Lecter? Mondd el, hogy mit válaszolta? Hogy átaludtam a rendelést. Aha, tehát, hogy konkrétan ez volt. Tegnap mondtuk, hogy most már tényleg el kell menni. Nem voltam jó tegnap. Igen, hogy tegnap már tényleg el kell menni a doktor bácsihoz vagy nénihez, ezt kapni tőle valami jó erős antibiotikumot, hogy egy picit így rendbe rántsa az ő szervezetét, aztán ennyi, átaludta. Lefeküdtem fél egykor, és fél ötkor keltem föl. Nagyon ki voltam, de az elmúlt két napban aludtam 6 órát összesen. Két éjszaka alatt. Tehát most volt mit behozni. De ma éjszakánk az nagyon jó volt, aludt a gyerek, úgyhogy hál' Isten. Ma meg már meg intéztünk így az éteren keresztül egy kis légkondit takarítást, úgyhogy tízére jön egy nagyon kedves hallgató, aki full profi, tehát hogy nem arról van szó, hogy vagy valaki így, mindjárt megcsinálom, úgyhogy is felraktam a bicikliről, leugrott a lánc. Dobesztos, most mert egy cifes, ezért átoljuk azt a klímát. Nem, profi az élet, és jön tízére, nagyon szépen köszönjük előre. És hát akik még jönnek, a véradók. Láttam parkolni a sógorodat. Igen? Éppen itt szakkörözött egy ilyen nyergessel. Azért. Azt mondom, nem egyszerű, hogy ne bontson itt le semmit. Mondjuk. Az arcát kell ilyenkor nézni egyébként, az a legnagyobb tanulmány, én nem azt szoktam figyelni. Illetve, hogyha hozzánk áll be, akkor mindig azért nézem a visszapillantót, és a kezembe szorongatom a Bibliát, hogy ne levigye a falról a nikecelt. De hogy ilyenkor az arcát kell nézni, mert semmi érzelem nincsen rajta. Tehát, teljesen, vérprofin parkolt. Tudod, így csuklóval picit hullottan. Érted? Tök vérprofi nyomta. Hogy egy 20 méter hosszú ott kamion elképesztően jó. De szóval ők már itt vannak, 7 órától már várják a véradókat. Természetesen szükség lesz majd lakcímkártyára, személyigazolványra, meg mondjuk fejből tajszámra, hogyha nem hozzátok magatokkal a tajkártyát. Az, hogy most picit szemre kell az eső, senkit ne tartsa vissza, az olyan picit fura érv lenne, hogy ma nem mentek életeket másik közösség. Így van, de igen, kamionban nem esik. Ez a rossz idő, gyerekekre fel voltunk készülve, ezen annyira meglepődtem, tegnap még annyira csillivilli idő volt. Mondták most egész héten, hogy ez lesz a hétvégén, aminek azért örülök, mert 20 főgyermek érkezik hozzánk szombatra. Picit nyeltem, amikor Béka így ezt bejelentette, hogy Somának a születésnapját fogjuk nálunk megünnepelni. Mondom, annyi alternatív lehetőség van, játszóházak, zárt terek, bárhol más. Nem, nálunk 20 gyerek. Plusz hát a szülők volna. Nagyon fogom élvezni. Főleg, ha esik, mert akkor benn vannak. Hát az esőben nem szerencsés, igen. Nektek van privát esőtök, mert ugye az van, hogyha jön egy hideg légtömeg, akkor a kerti grillből feáradó meleg légtömeg találkozik el, és felettetek kialakul egy esőfelhő, de csak nálatok. Igen, és ott lecsapódik rögtön. Sütés, főzés? Persze, az is lesz, meg hát inkább ilyenkor szórakoztató programokat keresem, mert ezeket nyilván nem érdeklődtem, mi a konyha művészet. Így van, és akkor megy a sztori, már játékokkal készünk, az összes társat lehortuk, úgyhogy megy a készülődés. Ha valaki tud húzni gyerekre jó ilyen sorversenyt, írja meg. Ja, azt a babysitter. Hát azt is szívesen venném. Mi van Ákinka? Szült? Megvan? Semmi hírünk nincs erről, mert megkérdezik a kedves kollégínát, hogy hát, hogy kapott SMS-t, hogy még maradnia kell egy hétig. Így reggelenként. Mert ugye tegnap beszélgetünk Ákosra, és az volt, hogy ma megy be, és ezeket általában reggel indítják az ilyen programozott császárokat, tehát... Tehát az is lehet, hogy már túl vannak. Már kint van. Kint már van a második. Megvan a dublázás. A Grand Slamből kettő. Na majd rájön. Hogy mennyire más világ. Hogy mennyire más világok kettő, a másodikkal már könnyebb. Ez egyébként ez így van. Ez egyébként nem. Ez azon közhelyek közé tartozik, ami igaz. Igen. De a második a jóval könnyebb. Annyiból, hogy tudod már, hogy melyik végét kell bepelenkázni. Annyi. Meg nem pánikolsz annyira, mert meg tudsz oldani egy csomó mindent, amit az elsőnél még nem tudtál. Ez igaz. De az is, hogy egy gyerek nem gyerek. Aha. Szóval rájössz, hogy azért egy más a történet két gyerekkel. Na, ismétlünk valamit? Azt mondja, hogy mit tenni. Ja, noszáj, Sanyi, hát Sanyit nagyon szeretük.
felhívtuk tegnap Noszály Sanyit, mert ő kint van Amerikában, Los Angelesben, és együtt játszott teniszezett Djokovicsal, és röplabdázott Leonardo DiCaprioval. Tehát világsztárok között mozog Sanyi, mi pedig felhívtuk, hogy meséljen nekünk a világsztárokról. Sanyi pedig egészen válaszol egy-két meglepetés viccel is meglepett bennünket. Igen, hallotta, hogy ez egy vidám reggeli ébresztő, és akkor gondolta, hogy akkor felzárkozik ő is, elég jól sikerült neki. Igen, igen, egészen, egészen jókat mondott, úgyhogy mutatjuk, mi történt velünk tegnap. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Azt az infót kaptuk, hogy te éppen egy pókerpartin ülsz, ez igaz? Barátok között szoktunk játszani két hetente. Novák Djokovic, Leonardo DiCaprio, kit értesz a barátokkal? Nem, mert Djokovic az a Indian Wells verseny alatt itt a barátomnál lakott két napot és a pályán edzett. Aztán az ő barátai a színészek, akik ott voltak is felhívta őket röplatázni. Ez nagyon ijesztő, hogy Djoko teniszezett, majd megérkezett Leonardo DiCaprio röplabdázni. Én nem tudtam, szürreális volt, mert abszolút szürreális volt, a Leonardo megérkezett, meg se ismertem, meg kalap napszeg, és utána a Gerard Butler érkezett meg. Azt mondta, hogy this is Sparta, és lerúgta a Daiquiris üveget a talán. Igen. És melberúgta Leonardo DiCaprio. Figyelj, Sanyi, csak hogy tegyük rendbe a dolgot, te azt tudom, hogy ott élsz, és talán azt hiszem, egy tenisziskolában dolgozol, vagy edzősködsz, jól mondom? Privát edző vagyok. Los Angeles az idő miatt nagyon ritkán esik az eső, egész évben jó idő van, nagyon sok házban van teniszpálya, nagyon sokan teniszeznek, úgyhogy itt tenisz szempontjából elég ideális hely. Hívnak, vagy bemászol, aztán kész tényekkel állítod őket, hogy már... Bemászol. Hogy tudjátok, hogy hogy jön le az oroszlán a falról? Na. Ne. Lion. Milyen arcok ők egyébként civilben? Tehát, mint ha megérkezik Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, el vannak zárva, nem fotózzák őket, barátok között vannak. A Gerard Butler az nagyon-nagyon jó fej volt, de az iszonyú szerény, meg iszonyú jó fej volt, az rögtön megadta a számát, meg, és nem csak a tenisz miatt, hanem mondta, hogy milyen jó lenne együtt lógni. Egy barátom ott volt, a Gábor, ott a Peti, ők is ott voltak velük is, rögtön dumált, nagyon rendes volt. A Leo is normális, egy kicsit azért, nem azt mondom, nagy képű volt, az, látszott, hogy nem csak az, hogy megnyert az Oscart, más típusú. Aha, tehát ő mondjuk a haverjával vegyült, de mondjuk veletek, akiket kevésbé ismer. Nem, vegyült, meg egy csapata voltunk, meg pacsisztunk, meg nyert, hiszen nagy csatában nyertünk, 21-19-re. És Leo az a harcos típus Leo vagy, akkor amit mondasz, vagy azért olyan... Pláne a film után, amit... ahol nem tudott meghalni. Két órát dolgozott azért, hogy megkapja azt az Oscart, és az Istenem nem akart meghalni. Mondtam neki, hogy a medve az nem játék. Igen, biztos örül neki. Mondta az, hogy nálunk van ez a mondat. Hogyan tudnánk meghivatni magunkat, Jani, Sanyihoz, ha egyszer Los Angelesben vagyunk? Hát, én már nagyon ki vagyok ijesztve egy kis röpire. Los Angeles-e. De figyelj, nem úgy volt egy pár évvel ezelőtt, hogy Szeres Mónikával van egy közös vállalkozásotok, egy teniszakadémia? Nem, hát ezek a pletykák, ez már színeszer után. Nem. Volt erről, de a Mónival különben tartom a kapcsolatot, és jól van. Szokott, hogy hiányozni, mint a Soroksári út, vagy úgy eszedbe jut, hogy Blahalújza tér, és akkor egy kicsit... Volt itt is, amikor a Soroksári után is voltam, valamikor boldogabb, mint amikor valamelyik nap itt vagyok, úgyhogy, de alapjában vagyok marha jó, mert gyönyörű idő van. És szép helyen vagyok. Persze, nem helyfüggő, hogy az ember mit érez mentálisan, csak azért tudod, hát azért akkor már inkább ott a pálmafák tövében sírdogálunk, hogy szokták azért mondani. Azért ez egy klassz hely. Azért klassz hely. Na és milyen alapjaid vannak? Hogy megy? Texas Hold'em? Texas Hold'em, most lementem, és most visszajöttem. Sanyi, tudod, hogy van az a mondás, hogyha nem tudod, hogy ki a Balek az asztalnál, akkor te akkor vagy a Balek. Igen, mert nagy. Láttad a Póker Arcok óriási film egyébként. Ez még az utolsó visszaedrekkel is, hogy azt mondja a kapitány a Titanicon, hogy van egy jó meg egy rossz hírem. És mondja, mi a rossz hír? Hát mondja, a jéghegynek ütköztünk, és a jó hír 12 Oscar. Jézusom! Figyelj, ez menj már oda Süsmell a Leónak, vagy a Gerard Butler-nek szerint. Csanyi, köszi, vigyázz magadra, köszönjük. Jó kártyázás. Ciao, hello, szia. Köszönjük szia. Szépen. Noszály Sándornak. Figyelj, jó volt. Még egy két nyugdíjas beszélgető. Tudod, mit gondolhatom? Hogy rövidítik angolul a percet? Min? Hogy rövidítik angolul a percet? Orlando Bloom és a barátnője beszélgetni, ezt tegnap találtak. Orlando Bloom és a barátnője beszélgetni. Egyszer csak azt kérdezi lány. Figyelj, Hawaii az egyi? Nem, két iperi. Azt hallottad, hogy három kóboly megy a sivatagba?
John Aranyont, Ben Ezüsten és Charles Bronzont? Köszönjük szépen. Na jó. Édesapám kérdezi, édesapám, hogy mondják oroszul, hogy béke? Mír? Hát csak úgy kérdezem. Nagyon beteg. Ezért kérdezem. Menjünk még lejjebb. Kőműves Kelemen a fiának, gyere fiam ebédelni, mert anyád már fal. Úristen. Jézus. This is... Previously on Morning Show. Három egyet hét lesz, vagy már múlt is pontosan 5 percem, hát noszáj nagyon jó volt. Szóval, szóval hogy jön le az oroszlán a fáról? Úristen, de jó. Úristen, de jó. Lion. Nagymam az unokájának, kicsi, mondj egy pápát a nagypapának, 16. Benedek. Nagyon jó. Úristen, de jó. Úristen, nagyon jó. Nagyon jó kérdek. Jó, de ne tovább. Jó, elég. Tegnap már nagyon durván. Léci. Tegnap már nagyon durván belementünk ezekbe, igen. Na, békésen mérjük a békésebb a felé haladók sebességét, ezt Ervinke küldte nekünk. Mi pedig játszunk, már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Szia! Azt René, René, jól mondom, René? Igen, igen. Hello, René, honnan hívtál minket? Jó vagyok. Hát most éppenséggel Tiszabögről. Most Tiszabögön vagyunk jelenleg, de vagyunk parkol vagy autóval. Ha? Ah, és mit csináltok arrafelé? Hát, jövünk haza munkából. Mit dolgoztatok? Hát a Mercedes-be dolgozunk. Oh. Merci gyárban, tényleg? Igen, aha. És mit csinálsz? Hát én dolgozok, a fiúk, akikkel vagyok, ők pedig nem sok mindent csinálnak, semmit. Gyerendes vagy, jó a véleményed róluk. És melyik részlegen vagy? Én az összeszerelő üzemben. Ó, oh. Milyen típus szereltek? CLS, CLA, mi? CLA, B-osztály, meg most ez a legújabb is. Aha, ezt nem értettük. A Q8-ast, igen. A legújabb Q8-ast, igen. CLA kombi, igen. Ja, CLA kombi, aha, na jó van. Oké, kivel játszanám? Hát, én Ferivel. Ah, de tündér vagy. Jó, jó. Akkor indítjuk az órát, jó? Rendben, oké. Jani? 3, 2, 1, fire! René, és most hova mentek? Hazafelé már? Hazafelé. Mennyit autóztok naponta? Hát 50 kilométer. Akkor ez egy 100-as oda-vissza. Így van. Te vezetsz? A kollégám. Minden reggel. Nekem nincs jogosítványom. Uh-huh. És akarsz egyet? Szeretnék. Intézzünk. Mi az akadálya? Légy szíves, megköszönném, tényleg. Mi az akadálya, hogy a megszerzés késik? Hát tudod, sok a munkám, és így nincs időm rá. Uh-huh. Szereted az autószerelést? Nőként imádom, az olyan furcsa. Imádom. Hát, figyelj, nekem jól áll. Van overallod, kis kék színű? Persze. Tényleg abban szerelsz? Mert miért? Kérdezem, hogy van-e overallod? Te... Nincs overallom, Feri, neked van. Van. Abban ülök itt. Akarsz kérdezni valamit, René? Persze, milyen volt a tegnapi napod? Nagyon jó, pihenős. Megvagyunk. René, tök ügyi vagy. Jó volt, ügyes volt, nagyon. Ugyanis, hogy csak eltűnik a térerőd néha. Már 2 éve erre gyúrunk, szóval már ideje volt arra adásba kerülünk. Komolyan? Így van. Na, 2 éve minden reggel próbálkoztok? Hát 3 hetente, szóval, mert csak éjszakás hétben tudunk teket hallgatni. Ja. Szóval mi most már lenyomtunk 8 óra munkát, szóval... Na jó. És van. Még így is így fog az agyam, látod? Elképesztő vagy, de ha mi zsúgtál volna. Elképesztő vagy. Renikém, küldjük az ajándékcsomagot, jó, puszi? Köszönöm szépen! Sziasztok! Ciao, hello! Ah, Istenem, közben nagyon jók jönnek még mindig. Kisfiú vadászik az erdő, mert oda megy hozzá az erdész, és megkérdezi, kisfiú, mi van a kezedben, és hogy hívnak? I és Gyula. Nagyon rendben van. Egybetűs családtag, nagy I.
Nagy, úristen. Nagyon jó. Békés Amerika, békésebb a felé haladók sebességére. Ez Ervinke elküldte nekünk. Köszönjük. 5 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó kis Nickelback után. Itt vagyunk, amikor még tudtak rock zenét játszani. 10 évvel ezelőtt még ilyen zenekar volt a Nickelback. Nickelback, így van. Akkor még tudtak rock zenét játszani. Na, azt nézem, hogy hát igen, nincs túl jó idő. Igazából nincs túl jó idő, és nekem is értem az okát, de aztán elolvastam, ezt már tegnap mondták, hogy valami hideg front, vagy eső, vagy nem tudom mi jön. És jövő hét közepe, hét eleje. Amikor is újabb. Ahogy szokták mondani, száraz légtömegek jönnek majd, és erős felmelegedés indul jövő héten. Úgyhogy a Szabinkon már jó idő lesz. Jó lesz. És bár nem jövő héten vagyunk, Szabin, egyébként, hanem jövő hét után. Addig még el is romolhat. Nah, nem fog. Egy hét jó idő, egy hét rossz, akkor pont rosszul jön ki. Nem tud annyira rossz idő lenni, hogy ne esőj jól nekem egy kis szabadság. De egyébként a rossz idővel kapcsolatban csak annyit, hogy én még ennyi embert nem láttam így 7 óra magasságában vért adni. Itt a Klassz FM-nek az udvarán, úgyhogy jöttek, jönnek is még, nagyon-nagyon számítunk rátok. Gyertek, mindenki kap majd egy kis Klassz FM-es kulcstartót, és minden tizedik véradó meg lesz ajándékozva vagy egy bögrével, vagy egy dedikált bögrével, vagy pedig egy dedikált órával. Ilyen még nem nagyon volt eddig. Úgyhogy minden kifosztottad a raktárat? Aha, de többé kevésbé igen. Összebarátkoztál újra? Bementél állarcba? Az egyetlen emberevel, akivel nem vesztem össze, azzal bótoltam. Ja, bótoltál. Az segített. Na jó van, szóval gyertek vért adni. Mindenki tudja, mit kell hozni, hol vagyunk, már nem is akarjuk ismételni a dolgokat. Debrecenben trafi 33-as úton befelé mérik a körforgalom után a forgalmat. Ez Zoli küldte nekünk, aztán M3-as. Ja, nem, ez nem az. Micsoda? Úristen, jönnek még ezek a pavicek. Figyeljetek, köszi, leálltunk ezzel. Tehát ez egy tegnapig nagyon jó volt, meg nem szórakoztunk, meg nagyon röhögtünk. Vidám adás volt, de elég volt. Ma már azért nem akarunk vicceket beolvasni. Tegnap láttunk egyet-kettőt. Meg be is olvastunk, jó volt. De tényleg elmondtuk, hogy azért tehát mindennek az alja. Ha egy rádió műsor arról szól, a vicceket olvasnak. Csak dobtunk egy mentő témát a Petőfinek. Így van, ha már nagy a baj. Ha már nagyon nagy a baj, akkor olvassanak vicceket, igen. Békés Amerika, békésebb a felé haladók sebességét. Ervinke küldte nekünk, köszönjük szépen. Ervinke? Ki Ervinke? Ervinke. De ez felnőtt ember, és így hívják, hogy Ervinke. Igen, hát gondolom, az édesanyja nagyon szereti Ervinkézi. Egy pici falatka. Neked nem mondja soha, hogy Baláskám. Nem, hál' Isten, azt nem. Igen? Azt nem. Azt utálom. Valáskám. Azt nem nagyon. M6-os Pest irányában jól járható. Hát itt még van egy, bár erre a zenére jobban megy az autó. Remélem a Véda alszik. Kaptuk ezt is SMS-ben. A Véda sohasem alszik. Ő olyan, mint Szamara a körben. Én nem kapok annyival több büntit. Tehát egybe csúszott, de hogy úgy nem érzed ezt a Védát. Szerintem. Igen? Uh-huh. Igen. Meg hát többet nem tudsz kapni. Ez fizikailag lehetetlen lenne, érted? Füstölnekkel így is a nyomtatok. Basszus! Tehát legyen méltányosság, hogy egy címre csak egyet küldenek. A nyomtató. Na. És akkor figyeljetek, tegnap megint egy régóta idegeskedtem már. Napi dühöngésünk. Kb. 2 nappal ezelőtt. Na, de tegnap, képzeljétek, van otthon egy ilyen viszonylag jó állapotban lévő kis HP nyomtatóm, semmi gond nincsen vele, de rájöttem, hogy ugye azért, hogyha hosszú távon szeretnénk ezzel a nyomtatóval számolni, akkor azért néha ki kellene tisztogatni. Fogtam magam, szépen rátelefonáltam, mert körbenéztem előtt az interneten, hogy hol találok ilyen szervizt, van belőle rengeteg, tehát millió egy van, kiszúrtam magamnak egy viszonylag a rádióhoz közelít, hogy ma el is intézzem. Oda telefonálok, hogy hát lenne ez a nyomtató, igazából semmi baj nincsen, jó lenne egy kicsit így átnézegetni, karbantartani, kitisztogatni. Azt mondják, hogy hát igen, van egy ilyen bevizsgálási költsége, az 2000 forint, azt így is úgy is ki kell fizetni, hát ezt nem ússzuk meg. De mondom, nincsen semmi baj, csak tényleg tisztítani. Nem baj, mert a kollégák azt is, de nem, a kollégák akkor is átnézik. Jó, mondom, jó, hát akkor a kollégák nézzék, átnézik, nem? Persze, van esetleg valami olyan alkatrész, ami már elkopott, amit én nem látok kívülről, azt majd kicserék, azt is ki kell fizetni. Tehát alapból még nem történt semmi, a tisztításra váró nyomtatót átvizsgálják, megnézik, hogyha lesz valami baj, blablabla, már 2000 forintnál tartok. Kérdezem, mennyibe fog kerülni? Hát multifunkciós, 8000 forint. Mondom, jó, 10 000, oké,
ez a nyomtató most fönt az interneten, 8 a tisztítás. 8 a tisztítás, 2000 az átnézés, és akkor vettem hozzá most 11.000 forintért új patronokat. Egyébként az interneten vadonatúján ez a készülék 12.000 forintba kerül. Hát, hogy nem, tényleg én nem hiszem el. Én nem hiszem, most tényleg menjek be valamelyik áruházba, és vegyek 12.000 forintért egy vadonatúj nyomtatót két vadonatúj csurikteli patronnal. Mert hogy egyébként jobban jövök ki. Hát persze, sokkal. Igen. Pont a felénél tartasz, és van egy jó géped, egy új géped. Félelmetes. Mert egyébként mondom neked, ha beviszed, a 2000-en meg a 8000-en kívül még te biztos, hogy egy 5-öst vagy inkább egy 10-est fogsz alkatrészre fizetni. Na most figyelj. Mert ott azt fogják mondani, hogy ó, hát a műanyag további. Még ez is vagy az is, igen. Kis fogaskerék, az vadonúr, az már nem jó. És két napig bingiztem, hogy megtaláljam a legolcsóbb nyomtató patronokat, mert egyébként olyan 17 környékén van, én találtam 11-ért is. És most drágában vagy? Hát figyelj, most tényleg ilyen ambivalens érzéseim van. Hány éves ez a nyomtató? Hát most már ez legalább egy olyan 8-9 lehet. Egy újat, most mit semmi baja nincsen valójában, tényleg csak ki kellene takarítani, mert itt ott azért belecsepeget a festék, meg koszos, meg poros, meg mit tudom én. Tök jó állapotban. És mitől lett a 2000-es takarítás 8000? A multifunkció. 2000, igen, az a 2000 csak a bevizsgálás, tehát hogy akkor megnézik, belenéznek, azt mondják, hogy hát ez nem annyira kopott, ez meg kicsit kopott, ez lehet, hogy kifelé plusz cserél. A takarítás. De ráadásul nem is kértem, hogy vizsgálják, hát én csak annyit kértem, hogy takarítsák ki, de olyan nincs, hogy csak kitakarítják. Féltek, nem hiszem el. 11.000 a patron, 8.000 a bevizsgálás, nem a 2.000 a bevizsgálás, 8.000 a tisztítás. Az jó, nem? 22.000 forint, miközben 12.000 megvettem a vadonatúj nyomtatót. Hát, ennyi. Megint rácsesztél erre. Nem az egész világ cseszett erre rá szerintem. Mert egyszerűbb már, tudod, olyan, mint hogy a tévét se szerelik, hogy van egy-két ilyen panel, amit esetleg ki lehet. De azt mondja a mester, hogy figyelj, nem éri meg. Tehát, hogy mit tudom, a hűtőszekrény, meg az összes háztartási gép, a mosógép, azt mondja, hogy 40.000 a panel. A vezérlő panel 40.000 forint, úgyhogy egyébként 80-ból már veszel egy jó mosógépet. És akkor az is durva, analóg vagy ebben a digitális világban. Ez aminek mennie kell, annak mennie kell. Isten hozott a fogyasztói társadalomban. Erről szól, vegyél, vásárolj. Hát erre van kitalálva. De ez a maradi nonsense, környezet tudatos patront kell vennem a nyomtatóban, nem vennem kell egy új nyomtatót. Igen. Mert sokkal jobban megéri. Hát vehetsz festékpatron, csak nem éri meg akkor. Csak nem éri meg. Hát egy mosógépből, mosogatógépből is újat veszel. Így van. Most 50.000 tényleg a javítás. Hát most hogy legyek itt környezetudatos? Sehogy. Ez elmenni látszik. Ami nagyon érdekes, ez a patron kérdés, hogy hogy tudják a 12.000-es gépbe betenni azt a patront, amit te 11.000-ért megveszel, mert akkor 1000 forint maga a gép. A nyomtató. Jó kérdés, és az eredeti patron, tehát hogy ez nem is ugye után töltött, amit én egyébként soha nem szoktam nagyon kultiválni, tehát hogy én mindig eredetit vásárolok bele. Egyrészt elhiszem, hogy az jobb, az jobb minőségű, és hogy akkor majd nem dugul el, vagy tudom én, a nyomtatófej, meg ilyesmi, de azért ez szörnyű. Vagy nem lehet, hogy téged csúnyán átver? Már megint. Nem lehet, hogy lerángattak? Figyelj, add már meg a számát ennek az üzletnek. Nem, nem mutatkozom be. Oda megyek 2000-re. Hát, csak nem. Hát, csak hallgass csak meg. Hallod, ez a kis lúzer vadon élő lőrinc. Hallod? Most ne fel, mert hasonló, hogy csúnya megveszek. Jó, jókra hallod? Figyelj. Azt mondom neki, hogy 2000 bevizsgálás, 8000 a tisztítás. Ha meghallotta. Ne, hát azért nem hiszem, hogy direkt nem mutatkozok be. Azt mondom neki, hogy Rákóczi Ferenc. De nem, ez nem névre megy, érted? A hangodban van valami. Szerintem a hangomban van a lúzerség. Én 10 után fölhívom őket, hogy nekem mit, hogy van egy ilyen HP nyomtatom. Elvinném magukkal. Azt hiszem, az új nyomtatóban, amit megveszel, nincsenek tele a patronok, csak ilyen demo patronok vannak. Demo patron? Demo patron. Tehát abba kell akkor újat venned, és úgy azért már akkor viszont nem éri meg. Jó, de hát akkor is, tehát hogy a vadonatúj, mondom, 11.000 forint a nyomtató, meg 12. Demo patron, oda a drágább a festék, mint maga a nyomtató. Na mindegy, én lefosom a nyomtatót. Abba van a biznisz. Na, figyelj. Ne, sokkal nehezebb lesz kitakarítani. Akkor nem 8.000 is elkérhetett. Fosok a nyomtatót, figyelj. És ráadásul akkor csak barnában fogjuk. Meg nem is sárgában, ha kukocs. Föltöltöm, hogy itt rapantod, adod a nyomtatodat, megoldom én pillanatok alatt. Én vállalok Garit is. Na, egyrészt ugye gyertek véradni, meg valakit majd hívjuk már be egy véradót, csak úgy, mit tudom, az 50-et, vagy a 100-et, így egy hallgató, ez jó ötlet. Tudod, húznám a két lábán. Számolják a vöri keresztesek, hogy hánynál vagyunk? Igen. Egy kerek számút hívjuk már be. Csak hogy miért jött, mennyit adott, hogy bírta a kapott. Kerek legyen valami a szája mindenképpen? Egy kerek szájút, kerek számút. Nagy mellű szőkét. Mindenkül kell hálásnak lenni, nem neki? Lehetőleg nő legyen az 50-edik, jó? Akkor hívjuk már be. Szólaltassuk meg. Csak hogy miért? Hát, hogy a véradók is megszólaljanak, hogy ne csak egy ilyen fantomkép legyen a hallgatókban, hanem egy húsvér véradó is. Küldjünk egy számot is majd. Legyen annak a rovatnak, hogy véradó küldték.
Ez nem kívánságműsor. Ja. A véradó küldték. Nagyon jó fejek egyébként, végtelen jó fejek, és hihetetlenül melós a dolog. Olvastam a Fönt Magyar Fölöskésznek a honlapján, hogy naponta 1800 véradóra lenne szükség ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a vérellátás az országban. Napi 1800-ra. És mennyien van? Naponta nem adnak 1800-an vért, akkor honnan szednek vért még? Ezért dráma az, amit mondtam. Na jó, de érted. Azt a mindenit. Csak honnan szereznek vért? Kölcsönvér? Kölcsönvér van. Földi vér? Leasingelünk vért? Vagy ez hogy van? Hát nem tudom. Tehát nincs elég vér, akkor veszünk a vérpiacon? Nem. A vérpiacon vásárolunk? Vagy mi történik? Nem, ahogy hívják, sogorom szokott kimenni. És hogy egy kamionnak? Persze, egy ilyen parkolóban leveri a lámpát, vagy lelövi csúzlevel, ilyen úszeges tejgumis csúzlival, és akkor elrabolnak embereket, leveszik a vérüket, adnak nekik el. És akkor reggel felkenek, van rajtuk egy dobozos sör, egy virsli, meg egy balatonszal. És tudják, hogy tudják, egy köszönjük van szépen Magyar Csomag. Nincsen most, ugye? Nincs már ilyen csomag. Nem kapnak már semmit. Na, egy közösségi oldal azt vetette föl, hogy bejelentkezhetnek diákok és tanárok, ugye elkezdjünk egy picit, akik egykoron együtt jártak, illetve tanítottak hírességeket. És ez az ötlet egyébként nagyon jó, a Reddit csinálja, és ugye arról szól, hogy hát jelens be és ír le, hogy milyen volt az a híresség, akivel te együtt jártál. Leonardo DiCaprio, Kanye West, vagy hogy mondják, Kanye West, Mariah Carey, Bill Murray, Paris Hilton. Rengetegen jelentették, hogy az ő osztálytársuk volt az illető. És ugye azért érdekes a dolog, mert hogy tanárokat is megkértek, hogy egyrészt ugye a diákok írják le, hogy diák szemszögből milyen volt, ugye, aki aztán később híres lett, illetve tanárok szemszögéből, hogy látták az akkor még, hát kevésbé ismert, vagy teljesen névtelen sztárjelölteket, akik később ugye hát világhíresek lettek, és óriási karriert futottak be. És hát nagyon helyesek, mert hogy rengeteg óriási siker a bejegyzés, rengeteg komment érkezik, rengetegen úgymond jelentették fel az osztálytársukat, hogy ők egykor jártak ezzel vagy azzal. Azt nem tudom, hogy ellenőrzik egyébként. Nyilván sehogy. De ebben most kamuzni nagyon nem érdemes, mert lehet, de most minek, igen, nem? Tehát ebben azt írod le, amit te valójában megéltél, és ott volt mondjuk veled Leonardo DiCaprio, vagy Kanye West. És végig írják a sztárokról, hogy milyen volt. Mondom, Mariah Carey, Bill Murray, Paris Hilton, vagy Val Kilmer. Kire vagytok kíváncsiak? Paris Hiltonra. Tanárok és diákok jelentettek, hogy milyenek voltak. Paris Hiltonról azt mondják, hogy... ugye, talán nem mindenki tudja, hogy ki. Ő az a laza erkölcsű lány, aki hát összefekszik mindenkivel, vannak szexvideói, és elég stabil az anyagi háttere. Stabil az anyagi háttere, ugye a Hilton család örököse. Bár őt már kirakták a családból, visszavették, kitagadták, megfosztották az örökségtől. Ott már volt minden. Amikor gondolom a szexvideó megjelent, akkor azért a sok minden történt. Na, azt írja az ő diáktársam, hogy a milliómos csemete már akkor is egy sznob rüfke volt, és mindenkit lenézett maga körül, és csak idősebb fiúkkal randizott. Itt nem tanár volt, aki feljelentett, hanem egy diáktárs. Tehát tulajdonképpen ő már akkor olyan volt, mint most. Igen, nem? Igen, nem tagadta meg önmagát. Ugye nem tagadta sem. Meg. Már eleve az is csoda, hogy nem magániskolába járt, tehát hogy nem az volt, hogy volt körülötte egy gyakorlatilag egy teljes tanári kar, és ő meg egyedül ült bent a teremben. Nem gondolom, azért egy jó minőségű fizetős iskola volt az, ahova lehetett apunak betolni a lóvét, de a többiek is ilyenek voltak. És ahol el tudta végezni az osztályt. Mariah Careyt is feljelentették Állandóan éneket. Róla azt írják az osztálytársak, hogy gimis diáktársa fecsegett egyébként, hogy már tiniként és dívaként viselkedett, zsarnokoskodott az osztálytársai felett, beképzelt és kihívó volt, és állítólagosan minden reggel nagyon korán kelt, hogy tökéletes legyen a megjelenésemvel, többet foglalkozott, mint a tanulmányaival. Most nem tudom, hogy ezek ilyen sztereotípiák-e, nem? Persze, ilyet én is írhat, együtt jártam Bud Spencerrel, és mindig kolbászteves spagettit, és vízilabdalabdával dobált a találkozó. Igen, és ha valaki nagyon felmérgesített, és a pofán csűrt, akkor olyan hangja volt, hogy Igen. Volt mindig... egy szőke vékony barátja. Igen. Szőke vékony barátja volt, lóval érkezett az iskolába, és mindig verekedtek. Szóval azért az ember ilyet tud mondani, hatot. De higgyük el, hogy ezek igazak, ezek a kommentek. Azt mondja, Leonardo DiCaprio-ról is írtak. Ugye hát mostanában ő szupermodellek gyűrűjében lazul, lehet ezt mondani róla. Ezek közül néhányat lehet látni a Facebook oldalunkon is, ott is egy csomó szupermodell van, köztük egyébként a Noszály Sanyi is. Igen, és hát korán sem volt ekkora sármőr ő régebben. Róla egyébként egy tanár jelentett, hogy nem igazán jött ki a többi diákkal,
olyannyira nem, hogy állítólagosan az ebédjét is inkább a tanári asztalnál költötte el. Tehát, hogy ő magányos volt. Leo oda tipegett a matek tanárhoz, hogy tanár úr, adjon már egy kis helyet itt a tanári asztalnál. Nem az van, hogy ilyenkor már irigykedik rá mindenki, hogy nézd meg, sikeres lett, gazdag lett, jóképű, vagy csinos, érted? Milliárdos. Meg, milliárdos, és akkor ő meg ott ízi matek tanárként tölti a mindennapjait valami középiskolában, és akkor ír egy ilyet a Leóról. Ja, figyelj, nem tudom. Most miért hazudnál, nem? Irigységből? Hát szerintem benne van egy kicsit. Mindig oda kéneckedett az asztalunk. Jó, valójában nagyon sztereotíp dolgokat írnak egyébként. Pitizett a kettessére, elég keményen. Igen. Val Kilmerről is írnak, ugye? Róla azt írták, hogy a gimnáziumi dráma tanára jelentkezett. Én szerintem azért ez visszacsekkolható. Egyrészt nem, hát most bemondod, hogy milyen gimi, milyen, hogy hívnak, az lehet, hogy vissza lehet csekkolni. Val Kilmerről azt írja, hogy a színész Pimaszk is rohadék volt. Ráadásul tehetségtelen is. És ez meg is maradt. Igen, ráadásul tehetségtelen is. És a tanár azt mondta, hogy maga részéről egyébként csak a Doorsban nyújtott alakítását tartott említése méltónak, de pont ugyanúgy kell elképzelni Val Kilmert, hogy milyen volt az életben, amilyenben a Top Gunban, vagy amilyennek a Top Gunban láthattuk. Hát ott tudjuk, milyen volt, ugye Iceman-t játszott a Top Gunban, és Maverick nagy ellenfele volt, egy pökendi, beképzelt pilótát játszik, aki kicsit lenézi a többieket. Ez volt Val Kilmer, ezt nyilatkozta róla a gimnáziumi dráma tanára. Senkiről nincs egyetlen egy jó szó se ezen a feljelentősen, hogy XY nagyon aranyos volt, mindig megcsinálta a leckéjét, tisztelettudóan előrengette a tanárait. Volt. Ez a miből lesz a cserepbogár, egy kis nyomorú, kis csíra volt annak idején, mert hogy kupálódott. Bill Murray-ről jót írnak egyébként. Bill Murray katolikus gimnáziumba jár, és a bezárások számát, illetve egykori rekorder volt. Állandóan elzárták, állandóan bezárták, mindig rossz volt. És Chicagói általános iskolába tanította a színészt a feljelentő nagymamája, aki egyébként, aki szerint a filmes teendője ellenére szakított rá időt, hogy elmenjen az 50 éves osztálytalálkozóra. Te jó fej! És szembe került tanárnőjével, a világ egyik legkedveltebb sztárja, azonban megszeppent volt, majd illedelmes társalgást folytatott hajdani tanítójával, eszébe se jutott mókázni a tisztelt tanárővel. Tehát Bill Murray jót írnak. Egy igazi úriember volt. Hát igen, vagy az van, hogy mi nem ismerjük elég jól ezt a tanárnénit. És? Hát, nagyon szigorú volt? Lehet, hogy irgalmatlan sárkány volt annak idején, és még mindig rettegéssel töltött el a kis Billt. És 60 éves vagy felnőtt, tudod, már megjött egy csomó minden, de még mindig rettegsz. Még mindig rettegsz a tanároktól, igen. Na, és nyilván most már gondolhatjátok, hogy mire akarjuk ezt a dolgot kifuttatni. Na, mire? Kézzük, vele. Te már adtál vért azért, vagy ilyen? Nem. Akkor már rájut volna. Nem, kaptam. Kapod. Jöhetnek a feljelentések. Ó, de jó. Jó? Híres osztálytársak? Nem, névtelenül. Együtt jártam Szabó Zolikával. Egyszer levágta az egy újjárt stílfűrészer, és mindig bedobta a hárompontos kosárom. Kit érdekel? Persze, hogy híres emberek. Kála Jós rendszeresen falatozott a bal orlukából a jobb kis ujját. Igen, együtt jártam, kis Pistivel együtt jártam, mindig zsíros volt a haja, és hagymaszagú volt. Persze. Drága hallgatók, de hagyatkozzunk arra, hogy őszintét mondtok, jó? Mi beolvassuk majd az SMS-eket, nem tudunk utána járni. Írjátok meg nekünk, hogy ti kivel. De lehet színész, műsorvezető, zenész, milyen volt. És az idősebb generáció is kicsit járassa az agyát. Tehát tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy Demjé Rózsi milyen volt általános iskolában. Nem? Vagy mit tudom én, Charlie, vagy mondjatok még neveket. Nem tudom, tényleg. Tehát, vagy Balázs Fecó. Mit csinált? Balázs Fecó. Mi fogszabályzása? Beszökött az énekor. Nem volt. Beszökött az énekor, és kicsit lampírozott az zongorámban. Mit csinált? Jó, írjátok meg nekünk. Balázs Fecó, amikor 10 óráját fogyasztotta, nem lehetett mellettem megmaradni, olyan zajjal járt. Igen. Vagy mit csinált Deák Bill Gyula? Tehát mindenre kíváncsiak vagyunk. Hogy viselkedett Gergely Robi? Hogy jut eszedbe Gergely Robi? Már akkor is ennyire modoros volt a Gergely Robi. És hogy tényleg, tehát kíváncsiak vagyunk. Van. Mindenkire, jó? Gesztesi Károlynak voltak-e problémája sovány teljes kakaó fogyasztásával? Amit nem vallott be a többi. Észrevettétek-e, hogy mindig háromszor epetázik. Szóval... Jöjjenek a buszok.
jó, jöjjenek a buta sztereotípiák. És így lehajolgat-e az asztal alá, és szívószával fogyaszt. Igen, nasson egy kicsit. Kétszer eszik-e a kalácsból. Na, szóval írjátok meg nekünk, jó? Tényleg, ha a huligáncesekkel, ha a Havasi Balázsra, ha komolyan mondom, bárkivel jártatok egyet. Lányok is jöhetnek. Lányok is jöhetnek. Mi csinált, milyen volt, visszahúzódó Zimány volt. Zimány Linda. Zimány Linda járt iskolába? Oda hülye vagyok, tényleg. Ja, már Doki, persze. Tényleg, Bódi Szilvi. Teljesen. Bódi Szilvi, milyen volt? Szellő is már. Igen, hogy ugye 14 évesen találkozol a középiskolában, és hogy akkor már látszott-e, hogy Bódi Szilviből lesz valami, vagy egy kis elöldeszka hátulléc, vagy kigyúrta magát. Szellő István, Erős Antónia. Neked megvannak a 14 éves képei. Hát én láttam róla egyébként. Láttam róla 16 éves korából. Demcsák Zsuzsa. Tényleg, most csak így mondom, Vujt Vrütko. Tehát írjátok meg nekünk, hogy milyenek voltak. Vujt Vrütko, hogy a terápésen. Nem engedtek senki mást. Az meg, hogy a Trutkónak a lemvéd az M1, hogy írta le? Nem. Nem írta? Trutykónak írták? Aha. Vujt Trutko. Ennyi tisztelet van benne. Leírta így az M1. A közszolgálata nevét ugye volt ez a trianonos, nem tudom. Nagyszerű film, ugye? Igen. Igen. Szóval, hogy és leírták, hogy Vujt Trutko. Jó, hát Trutko, érted? Amit az egész életében menekült szegény, leírták Vujt Trutko. Még hogy nem Trutymót írtak. K-val és S-szel írják a Shakespeare-t is, tehát elképesztő. Na, szóval visszatérve Vujt Trutkora. Jó, milyen volt? Kíváncsiak vagyunk. Pachman Péterrel jártál? Keresztes Ildikóval jártál? Mi írtad? Gáspár Lacival? Írjátok meg nekünk. Mit csináltak? Milyenek voltak? Gimi, általános iskola, Ovi-ig ne menjünk vissza, jó? Győzikével. Győzikével? Mondjuk, nem tudom, járt-e iskolában? Kisegítő. Na jó, na, és például, fél 80. Például Kovánszki Rajmund, alias Roy, a Roy és Ádámból egy nagyon félszeg, visszafogott, nagyon kultúrált, egyébként nagyon helyes, jóképű, dürendürenös frizurájú srác volt annak idején, amikor mi együtt jártunk 2 évig egy osztályba, akkor én ilyennek ismertem meg. Egy nagyon egy nagyon tartózkodó, nagyon visszafogott srác volt. Nem ő volt a társaság középpontja, nem is törekedett nagyon rá. És ott ült a sarokba, és a börtönablak. Nagyon gyakorol. Jó közönség volt. Vett minden poént, vett minden lapot, jókat röhögött, mosolygott, de nagyon visszafogott volt és távolságtartó. Igen? Igen. Jó, rólunk is írhatok egyébként, mi azért azt tudjuk csekkolni, hogy igaz-e. Mert megismerjük azt, aki írja, meg ha olyan a történet, akkor azért már beugrik. Úgyhogy rólunk is. Így emlékeztek arra. Gimiben, Bátás iskolában. Láttam Jani Simpsonával az estén egykerekezni a Brassó utcai általános iskola előtt. Volt Simpson? Rohadtul nem volt ez. Ja, a Berra, hogy volt? Már hogy egyébként hazugság. Babettáztam, érted? Szíveket égettem az aszfaltba. Hát, és most csokkereké. Tényleg, szóval ne ilyen irányba menjük, egy Demcsák Zsuzsa kedvence már akkor is a Dianász cukor volt. Ne ezt, jó? Most tényleg legyünk úgy korrektek, hogy azok írnak nekünk, akik valójában mostani hírességekkel közeledik szereplőkkel, politikusokkal akár jártak egy iskolába, jó? De ne éljünk vissza a jelenlegi helyzetükkel, jó? Na, várjuk az SMS-eket. SMS-számunk 06-745-00-00, írjatok, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk, pontosan 44 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Ugye arról beszélgettünk, hogy a Reddit lehozta, illetve megkérte az ő közösségi oldalán, jelentkezzenek be azok a diákok és tanárok, akik egykoron együtt jártak, illetve tanítottak hírességeket. És hát szó volt ugye DiCaprio-ról, meg Kanye West-ről, meg Mariah Carey-ről. Kánya. Náluk vidéken ő. Kánya Kata fiatal. Kanye West-ről. Eredit. Paris Hilton-ról, Volkimer-ről. És kértük hallgatinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők kivel jártak, de úgy, hogy lehetőleg azért megnevezik az iskolát is, hogy lássuk, hogy valójában igaz-e. Ugye nyilván hallgatói SMS-ekről van szó, tehát utána járni nem tudunk, de azért az ember tud szortírozni, eldönthető, hogy mi az, ami igaznak tűnik, mi az, ami nem.
Szakán Miklósra jártam ugyanabban 8 osztályos gimibe. Felettem egy osztályra járt, de egyszer bementem az osztálytermünkbe, mert volt ott egy barátnőm. Valamit mondtam a barátnőmnek, ő erre elkezdett engem kifigurázni, elmesélt, amit mondtam, és gesztikulált hozzá. Már akkor szeretett a középpontban lenni, többet nem is mentem be hozzájuk, Adri. Ez tök piki egyébként, nem? Tehát ez teljesen egyértelmű. Csipával és Endivel a Szerencs Várkertben szedtük az eldobott dekeket, sutyiban cigiztünk, körbötöriben. Csip az űrös volt kicsi, sok balhéba menne, volt sokszor velem. Endi meg mindig dobolt a combjain. Kiakasztva ezzel a tanárokat. Úgy mentek fel Pestre, hogy Csipa lógott a vonaton. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk. Luki küldte nekünk. Azt mondja, hogy sziasztok, nekem Tóth Vera volt az osztálytárs, amikor a matek tanár megbuktatta, annyit mondott: Vera, a hangodból nem fogsz tudni megélni. Ez nem jött be. Bajnai Gordon volt az osztálytársam 5. Baján, a központos suliban. Nagyon kis pedáns diplomata táskás fiúcska volt. Öltönyben járt suliba. Egyébként most is egy hasonló. Annyi maradt meg belőle, hogy mindig taknyos volt egy óra. Jó, persze. Tudjuk ezeknek az SMS-eknek a valóságtartalmát, mi nem tudjuk sajnos igazolni, bizonyítani. Elvárjuk és megköszönjük, hogy őszinték vagytok, és tényleg úgy is van, hogy írjátok. Szabó Győző 6 évig volt az osztálytársam, ugyanolyan aranyos, kedves, jószívű gyerek volt, mint most, ezt Enikő küldte nekünk. Lakatos Márk már másodikban is varrogatott meg hímzett az Ápor utcai általános iskolában. De várj, ott az iskola, az Ápor utcai általános iskolában. Tehát, hogy én szerintem van, ami nem kamu. Jött be és ott horgolt? Nem tudjon. Kis rózsaszín pulcsikat? Nem tudunk utána járni. Litkai Gergőbe jártam általánosba, legjobb tanuló volt, csendes, rendes, most ugye a a színház szervezője és egyébként fellépő, már akkor se volt vicces. Egyébként szerintem a Litkai élőben, tehát jobban ír, mint amennyire vicces élőben. De igen. Tehát, hogy igen, jobb író, mint előadó. Jobb író, mint előadó. Szerintem egyébként egy zseni. Simán nem tudom róla képzelni, hogy abszolút top tanuló volt, tehát egy tipikus eminens. Zimán Linda a Batthyány Lajos gimnáziumban érettségizett Nagykanizsán. Osztályfőnöki órák arról szóltak, hogy nagyképűen mesélte az élményeit. Sosem felejtem el a ballagáson kefir rózsaszín öltönyét. Ugye hát akkor voltak együtt. Bizony. Akkor voltak együtt. Szerintem ez is konkrét egyébként. Bizony. Párom egy suliba járt Muri Enikővel, minden srác szerelmes volt belé, de nagyon zsarnok volt. Párom barátja sírva mesélte el neki, hogy mi lesz, úristen, most, mert hogy beleszeretett az Enikőbe. Mit jelent, hogy zsarnok volt? Hát, hogy palika lába előtt hevertek le. 8. srácokkal vontatott hinton érkezett minden reggel. Igen, mert félmeztelen srácok vontatták a hintót, igen. Csókapici olyan felugrásos pacsival köszönt a Petőfi gimiben az osztálytársával, hogy 25 év után is arcpirító. Na, ez például elkasrunk. Bálint Antóniával jártam együtt fősulira, rettentően maximalista volt, kifejezetten zavarta, ha csak 4-es kapott valamiből, és nem 5-öst. Nagyon nagy partiarc volt, baromi jó haver a mai napig. Vastag Tomi osztálytársa voltam gimiben, folyton elkésett olyan kifogásokkal, hogy anyukájának el kellett vinnie a lakáskulcsát. Fél évig volt velünk, utána magántanuló lett szerencsére. Ákos beképzelt volt, öntelt, nem sokat változott, a fazekasba jártunk, ezt Emi küldte. Jó, hát ez is konkrétan tűnik, már nem az, hogy beképzelt is öntelt, hanem a fazekas, igen. Balog Edina, a Békás Kinga már a gimiben is vonult, mint a kifutó lenne, dobált a vörös dajerolt haját. Szandival járt a férjem egy csoportba, nem egyszer kapták rajta őket a sarokba félrevonulva. Így van. Azt mondja, hogy Havasi Balázsra jártam általános iskolába, minden lány szerelmes volt belé, már akkor is zongorázott, és tövig rágta a körmeit. Na, hogy egyébként nem Havasi Balázs az eredeti neve. Igen. Köszönjük szépen. Ha nem fújt tritko. Gönci Gáborral jártam egy suliba, a világon nincs nála nagyobb segnyaló. Biztos ezt akartam. Nem tudjuk igazolni ezeknek az SMS-eket. Minden 4 évfolyam gyűlölte, az énektanár imádta. Gabi. Na, nagyjából ezek tűntek úgymond eredetinek. Jött egy csomó, ami nyilván kamu, meg egy-kettőnek utána is jártunk. Nagyon szertárba hagytam a hangvillámat, elszaladna értem be a kéné! Jaj, Gabi, annyira kis szorgalmas, hogy na gyere ide, tanár, hogy ezt kapsz, és puksidnak is barackot. Azt mondja, hogy Hajdú Petivel jártam egy általános iskolába, többször kapott igazgatói rovót a büfé feltöréséjén. Most akkor jöjjenek a kamu SMS-ek. Jó, és akkor nézzük meg egy-két fiktív SMS-t. Igen. Galambos Lajos rajta kapták sokszor lopáson, mindig megfújt egy trombitát. Nagyon jó. Az évekkora szertárából mindig megfújt egy trombitát, persze.
Szóval jó, lehet egy ilyen fiktív SMS rovatunk is. Igen, Steiner Kristoffal jártam együtt az ápolónő képzőbe. Jó, mert kell egy kicsit gondolkozni, de játék alatt kitaláltunk. Kitaláltunk néhányat, benne vagyok. Na jó van. Hát köszönjük az SMS-eket. Azt hittem, hogy rólunk is írtok, nem jött. Jó, hát már csak minden volt osztálytársadat elhallgattattad. Vagy fenyegetéssel, vagy egy kisebb összeg. Én találkoztam az egyik osztálytársával, emlékszel, az Ágival. És ő büszkén vállalta. Általános. Nagyon általásos. Szerettem. Az Terák Ágival. Hát ő nem téged, de ez mindegy. De jó fej volt nagyon. Sebestyén Balázs felett jártam általános iskolába. Egyáltalán nem emlékszem rá. Egyen jártam felett, egyáltalán nem emlékszem rá. Egy említhető momentum sincs meg belőle. Annyira szürke volt, annyira belesimult a közegbe. Na jól van. Köszönjük az SMS-eket. Jók jöttek. Játszunk a kérdés mit mondóra. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásítjellán, mi me? Aki válaszol. Aha. Mindjárt meglátjuk, hogy itt nézem az SMS-eket, mert még jók jönnek, azt mondom, hogy beolvashatod még valami. Igen. De az a fiktív, nagyon, a fiktív kategóriában fiktív, nagyon igen. Sok jön. Deák Bill Gyulával jártam együtt az Állami Balettintézet. Billy bácsi. Igen, a Damuról Andról is én egy-kettő durra, de nem tudom, ezeknek nem tudunk. Nem jó, tudunk hogy, utána. Jó, igen. Nem akarunk megint egy címlapot. Nem akarunk címlapot. A Damuról nagyon kemények jönnek. Nem tudjuk, hogy igaz vagy. Nem, halló, jó reggel. Sziasztok! Hello! Anett, hello Anett! Sziasztok! Szia! Anett, nem jártál hírességgel sehova, semmikor? Nem, soha. Nem, soha semmi? Igen. Honnan hívtál minket? Cseperről. És mit csinálsz, dolgozol? Hát ma éppen nem. Majd dolgozni fogok, nem a ballag a fiam, úgyhogy főzés. Ó, hányan lesztek a ballagáson? Nagy buli lesz? Hát, család. Csak milyen ballagás? Honnan? Nyolcadikból, igen. És hova megy tovább? Turisztika, angol tagozatra tanul tovább. Az jó. Az szimpatikus. Már rádió szeretne lenni, de... Az nem szimpatikus. Rajta vagyok, hogy leveszéljem. Rádiós műsorvezető szeretne lenni? Igen. Ó, édesem. Szegény. Majd... Kinövi? Ez kinövi? Így van. Nem meg neki, hogy annyi szép normális szakma van, csináljon valami kézzelfoghatóbbat, mint a rádió. Igen, műsorban. De az a baj, hogy túl sikeresek vagytok, és példák vagytok előtte. Ajajajajaj. Na, az meg aztán végképp baj. Nem, tehetséget nem lehet tanulni. Turisztika, angol szak, az a tuti. Igen. Az jó. Igen. Hosszabb távon kifizetődő. Na figyelj, de van egy híres emberünk, ennyi maradt. Jó, Anett, mehet? Oké, persze. Indítjuk az órát, figyelj. Cnerev Arón. Mutatom még egyszer. Cnerev Arón. Arón, hát ebből könnyen ki lehet már. Móra Ferenc. Ennyi, de jó vagy, így van. Ő. Még nem azt mondta, hogy az. Tök jó, hát mindenkinek megy ez a játék, kis kivételre. Én szólásmondásra készültem, úgyhogy kicsit bezavarodtam. Az nem baj, csak az ugye elfogy már a héten. Elfogyott a héten, és mindig általában a híres ember marad. Hát én úgy emlékszem, hogy szólásmondást szokott, de akkor így jobban jártam, oké. Aztán a kutyarapás szőrével az kiment a héten, az hát, volt. Teljes. Az volt, és a Móra Ferencünk maradt. Oké, okay, jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Oké, okay, köszi szépen, sziasztok! Anett, szép ballagás nektek, ciao. Szia! Hello! Ciao. Nagymamám Erdélyi Mónikával járt együtt általános iskolába. Szerintem nem 33. Igen. Krisz Rudival jártam egy sülőben, nem tudott leérettségizni több tárgyból, bukott tesiből is, elment a suliból. Ez egyébként az országból is. Művészlélek. Igen. Na jó van. 6 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi helyzet az utakon, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. 8 óra után vagyunk pontosan.
9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Régiek az optikai kábelek, és viszonylag lassan ér oda a hang hozzá. Így van. Azt hiszitek, hogy eltűntünk, de nem tűnünk. De mit vagyunk. Félelmetesen jó ez a szám. Tehát egyszerűen nem tudom megúlni. Ennek a nőnek hihetetlenül jó hangja van, a dal is fantasztikus, én kész vagyok tőle. Akárhányszor hallom, mindig bele borsozik a hátam. De mi van? Mi van vele egyébként? Eltűnt? Nem, nem hallok új dalokat. Most láttam róla egy nagyon fura fotót, most megint egy picit átváltozott. Mire? Hát nem emlékeztet önmagára, tehát én nem ismerném föl. Nem néz ki rosszul, csak nem ismerném föl. Meghízott egyszer, nagyon elhízott, azt tudom, hogy nagyon kövér lett. Megunta, hogy állandóan odafigyel a diétázásra, meg az alakjára, hát a hangjára nem kell odafigyelnie, mert az továbbra is csodálatos, tehát egyszerűen félelmetes. Én a magyar viszonylatban egyedül a Szirota Jenny tudnám mondani, aki hasonló volt rám, amikor először hallottam. Ugyanez az őserő, ugyanez a iszonyatos magabiztosság, fú, fantasztikus volt ő. És hogy eltűnt, nem? Vagy ő csinálhatja, igen. Hát ő nem annyira popírában mozog, inkább rockosabb, bluesosabb dolgokat csinál, és elképesztő jó benne. Jól énekel? Igen. Na, hát emlékszem, hát az a kezdeti, nem tudom, Talentba vagy X-faktorba, nem tudom, hol bukant ő föl. Igen, és aztán kiszorták azzal, azt hiszem, nem is tudom, hogy mi volt az érfolyt. Fiatal kapott, igen, hogy még fiatal akkor nagyon. Még, nem bírnád a nyomást. Na csá. Hogy legalább, kedves zsíri, hadd próbáljam igen, ki. De hát legalább te csak azért értem, hogy legyen nem, jó. Mindegy, nem is érdekes. Aztán ugye második lett egy másik tehetségkutató versenyben. A bajuszos szülés mögött, azt hiszem. Arra már nem emlékszem. Talán ő az X-faktorban volt még az első évadban, amit én csináltam. És ott második helyezett lett. Akkor az nem az, ott nem lett második. Akkor nem az. Az első évadban. Vagy te nem voltál az a vastag Csabi, vagy nem az első igen. volt. Igen. Az első évad az a vastag Csabi, Wolf Kati. Takács Nikolász. Takács Nikolász. Nem X-faktor, akkor az csillagszületik volt szerintem. Azt nem csináltam soha. Azt nem. De a hülye vagyok, azt is csináltam. Csak azt is? Nem, az a Got Talent volt. Mindegy. Na most csináltál csillagot? Nem, hál' Isten. Ja, nem is a Szirota Jennyre gondoltam. Ez a Krisztina Gédéra volt? Na jó. Nem nekem való. Megint egy fekete lyukba került. Nem nekem való műfaj ez. Na, nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy mi a helyzet az utakon. Lássuk. Nem küldtek ma reggel. Semmi, csönd, nyugalom. Reméljük, hogy ez jó hír. Csönd, nyugi. Sehol egy trafi, egy baleset, semmi, nem mint a hiányozna, csak kérdezem, hogy M3-os Görbázi pihenőnél, na azért oda szokásos helyre kiállt egy trafi, valamint van egy útfelbontásunk a Füredi út 56 előtt a belváros felé, ezt Perec küldte nekünk, nagy a torlódás, vigyázzon mindenki. A Görbázi pihenőz már akkor is kimegy a trafi, hogyha csak kinyitják a kapuját a rendőrkapitány. Hát már automatikusan odáll. Na te, hé, hó. Hol az 50. véradunk jön? Nem sokára. Egy kerekszámú véradót behívunk nem sokára. Csak nagyon durván haladunk, amúgy már 30 körül járunk, és egy óra alatt soha nem sikerült még korábban ennyi véradónak összejönni itt a 102-ben. Remélem, hogy ez nem azért van, mert hogy esőre áll az idő, és akkor minél előbb szeretnénk rajta túl lenni. Ez ne akadályozza meg senkit abban, hogy ide jöjjön. És életeket mentse, mert hogy van esőnyös a világon. Mennyit kell várni? Sokat? Nem. Nagyon flottul megy. Egyszerűen négy ember tud vért adni, és közben a többieknek ugye az adatait is rögzítik. És nagyon sokan jöttek, már nagyon jó fejek. Vitték ki ajándékot neki. Persze, mindenki kap egy kulcstartot, és minden tizedik véradó kap egy dedikált bögrét, vagy egy dedikált órát. Egy dedikált bögre. Az jó hangzik. Hát jó, két dedikált bögre. Sírig fogok dolgozni a promóciának ezért. Az biztos. Egészen elképesztő dolgot láttam most az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában. Magyarázzátok már meg, hogy placenta fotózás. Azt a... Hogy azt hogy? Hogy mi? Most volt, itt ment reggel. Placenta fotózás. De nem a placenta, hanem... Tehát a placentával együtt lefotózzák a babát? Hát, le volt halkítva a tévé. Hogy együtt vannak így, ez egy természetes dolog, de, ugye? De csak nem értem a fotózást. Ja, azt hittem, hogy ez egy ilyen családi kép. Papa, mama, gyerek, placenta. Igen, hát akár az is lehet, hogy igen. Tehát úgy is lehet. Igen. Tehát ott van a boldog apuka, a boldog anyuka, az újszülött kisgyerek, és ott van a placenta. És akkor ezt így együtt lefotózzák. Érted, hogy ez mennyire beteg? Placenta. Hát ez dermesztő. Igen, és a fotót elvinni a tévébe, megmutatni, na az az igazán. És ő ki a képen távolír, akkor nem a placentám. De ezt egyébként nem is érted. És akkor, amikor elhozod, ugye, már felnőtt nő vagy, vagy felnőtt férfi, és hozod az új barátod, barátnődet, és anyuka mutatja a képeket, akkor megmutatja, hogy nézd meg, és itt van a kis placentája. Nézd, és akkor itt vannak a kis préssel dolga, mert ez egy nyírfa, ez egy juhar, ez egy placenta, ez meg itt egy tölgy. Szóval, hogy én, persze, meg tök szép a születés, meg az egész nagyon-nagyon-nagyon-nagyon
mély és gyönyörű és szép, de hogy azért így, ez nem arról szól, hogy van egy fotós, aki már nem tud mit kitalálni, és azt mondja, baba fotós már van, már öltöztetik őket kis sapkába, nem tudom, mit fotózzunk, hát azért ahogy jön ki, azért azt mégse tudjuk, nem? Placenta! Legyen együtt! Ez az új őrület! Placenta! És ez a fotózási trend egyébként terjed az egész világban. Uh-huh. Hogy a placentával együtt, hogy a méhlepénnyel együtt lefotózzák az újszülött kis babát, ami azért erősen feszegeti a teremet. Én nem vagyok érzékeny, meg nem vagyok sem. Csak olyan fura. Nekem ez nem való meg... ide szerintem. Tehát nem, hogy mit csinálsz vele? Vagy miért jó? Kínjukban, nem? És minden 20. másolás után kapnak egy nyakláncot köldögzsinórból. Nem? Tehát ők önkább már ezt várat, hogy akkor most ez lesz, ami még turbozni tudnak rajta. Nem, következőképpen néz ki egy ilyen fotó, csak mondom. Tehát fekszik a baba egy törön közön. Uh-huh. Apró kicsi babát, cuki az újszülő. Tehát az nagyon sokat csinál, ez tök jó. Jön az ő kis köldökéből ki a köldökzsinór, még mindig nagyon cukik. Még mindig nem lepődtünk meg, mert hogy... És a törölközőre lerakják az egész méhlepényt, és akkor azt látod, hogy fekvő alvó baba, köldökzsinór, placenta. De miért? Hogy ezt így minek? Jó, értjük, hogy ők együtt vannak az elején, de hát az nem véletlen, hogy nem marad rajtad. Ugye, hogy az anya természet is úgy rendelkezik. Adsz rá egy kis sapkát, vagy tesz rá egy cipőd, vagy becsavarod egy törölközőbe. Itt a nagyon sok ilyen baba fotó van, azok egyébként tündériek. És mellette még egy félig megevette a rántott szeretek szendvics, mert váratlanul jött a baba. Igen, mama még éhes volt, de aztán azt már ott hagyta. Úristen, szóval, hogy és ez van bekeretezve mondjuk az ágyad mellett, tudod, az első fotóm. Én is a placentám. Placi. Placi és én. Placi és én. Placi és én. De hát ugye... De akkor nézd, Pistike, nézd, ilyen aranyos voltál, ne jó, elmondjak Pistik mindig Pistikét. Nézd, Domonkos. Nézd. És mi a baj, a Domi van tényleg? Nézd, Domonkos, nézd, milyen aranyos, aranyos voltál. De itt van, nem tudom, kinek a fotója. Te a köldökzsinór és a placenta. És ez az ő új őrület. Hát ez elképesztő. Hát korábban volt ez a együk meg a placentát. Hát azt csinálják, az is, sokan így igen. Van. Sőt, igen. Megeszik a placenta? Igen. Tejfőn subisolátával újborgat. Hát ez egy módszer, valaki így eszi egy meg. Nagy krumplivel, egy jászmirizsel, egy nagy ubival, és két limonádéjuk van. Akkor jó a fanta is. Két káposzta salátával, és brutál egy bodza szörpen jöjjön. Egy kis tartártok ilyen. Képzeld el, azt csinálják Amerikában, hogy ott viszont elviszik, és kapszulát csinálnak belőle a mamának a placentából, mert ezt a mama eszi meg a saját méhlepényét, már bocsánat, de tényleg, és porítják, és ilyen kis kapszulákba beleteszek, és ezt így mama egyesével bekapdossa. Mert hogy az állítólag visszaadja azt, ami ő belőle ugye távozott a gyermeknek a felnevelésével, amíg benne van. Én még ezt is elfogadhatom. Tehát, hogy én még erre sem mondom azt. Tehát, hogy nyilván, ami a szervezetedből, ez tele van táplálik a vitaminra, gondolom nem ásványanyagokkal, nyilván a placenta beszívott mindent belőled. Uh-huh. Erős, hogy ezt kapszula formájában elfogyasztod, de azért ez így érdekes ebben a formában. És a nevet is adnak neki? Tehát jelnevezik valahogy a placentát? Placus. Igen. Nem? Azt tudom, hogy Gusztáv nem lehet, mert placenta nem Guszti. Szóval egész egyszerűen döbbenetes. Mindig kitalálok valami ilyen agyahagyott ilyen dolgot, amire egyébként senkinek nincsen szüksége. Így teremtik meg rá az igényt. De van egy őrület, ez most egy fotós kitalálta, valószínűleg egyébként milliómos lesz belőle, tehát az ötlet egyébként önmagában jó, hogy találjunk ki valami újat. De hogy amikor ott megszületik a gyerek, hogy nem lenne ingerenciám erre. Hát én rákerestem erre a fotóra. Ott fekszik ez... a gyerek a placentával együtt. Jézus, ezt nézzétek meg. Jó, hát van egy csomó ilyen dolog, amit nem ért az ember. Én például nem értem a tejfoggyűjtés sem. Azt értitek, hogy mi a jó abban, hogy valaki összegyűjti egy dobozba a gyereknek az összes kivulott tejfogát? Mert hogy megvan. És aztán időnként megnézik. Majd megzörgetett. Aha, igen. Komolyan. Na, ha már egy őrület, mesélek nektek egy másik őrületről, hogy amerikai környezetvédők mit csinálnak, hogy védjék a természetet, mit számoltak ki, mire jöttek rá, amit egyébként mi is tudhatunk, és mi az új őrületük, aztán beszélgessünk róla, mert szerintem ez neked egyébként szimpatikus lesz. Állt. Biztos vagyok. Vízről van szó, és arról, ugye, hogy védjük a természetet, és használjunk minél kevesebb vizet. Ezért kiszámolták, hogy ugye, ha Európában és az Egyesült Államokban a napi vízfogyasztás mintegy 30%-a, csak nem egyharmada teszi ki az, hogy lehúzzuk a WC-t. Uh-huh. Ugye? Lehúzzuk a budit. Igen. Ezért többfajta őrület terjed. Már most már így már értettem. Na, belegondoltok, ez tényleg abszurd.
a budi szónál megvoltunk. De ez tényleg abszurd, hogy ivóvízzel húzod le a vécét. Az, teljesen, teljesen gáz. Szóval ez tényleg abszurd. El, már van módszer, hogy ne azzal húz le. Megnézem azért, ezt hogy ütöd át egy társasházban, amikor hát, a második valanc is ott emeletes. Átfúrnék itt egy csövet, átvezetném az esőzet, összegyűjteném az ön házába, lehoznám lakásába. Hát magának is jut belőle. Vagy bevezeted ilyen kis ereszekkel. Na mindegy, kitalálták most a környezetvédők, hogy úgy lehet spórolni, és Gwyneth Paltrow már hosszú ideje csinálja, sőt, ő a szószólója ennek az akciónak, hogy ülj rá a budira otthon pisi, de ne húzd le. Nem, de. Imádom őket, nagyon jól. Nem akarok Gwyneth-tel járni. De meddig de? Tehát... háromszor, négyszer ne húzd le, és itt jön a lényeg, vigyél egy pisit a zuhany alá. Mi van? Hogy csaló vagy, és nem vagy igazi környezetvédő, ha nem viszel be egy pisit a zuhany alá. Én minden reggel viszek be. Nem is egyet kell. Tehát az új amerikai környezetvédők címszava, vagy nem tudom, hívó mondata, vigyél egy pisit a zuhany alá. Ugyanis ha te pisilsz, csak simán elmész a vécére, és ezt lehúzod, akkor ugye nagyon sok ivóvíz. Ja, túin van. Tehát, hogy egy tevékenységet. Én nem beszéltem Iváról. Van egy hongkongi barátom. Nem említettem Ivánt. Az öreg van bácsi. Most megint miért kell összezavarni? Vezetem fel a témát, hogy jön ide Iván? Nem értem, ki az az Iván? Mindig patronról beszél. Szóval vigyél pisit zuhany alá. Vigyél pisit zuhany alá, illetve ne húzd le a budit otthon. Ez jó. De a nem csak jó az zuhany. Csak nagy kis lányos zavarodban nagy dologra készüljél. Nem jó a zuhany pisi, gyerekek. A zuhany pisi nem jó. Nem jó, ugyanis miért addig jó? Folyat, pluszba folyatod a vizet. Miért folyatnád pluszba? Hát pisilsz és közben folyik a víz. Hát de egyébként is folyik a víz. Na jó, de akkor bemész gyorsan, kicsit levizezed magad. Akinek öt anyja van, az siessen. Jó, tudjuk a te másfél órás zuhanyzásodat, de akkor most ilyen itt képzeld el. Sietés találjon, de a zuhany alatt a pisivel mi a baj? Én nem, hogy is fázos vagyok, tök rossz a keringés a lábam, mert nekem kell, hogy minden meleg. Jó, még nálad a matróz zuhanyzással, ez furán néz ki, mikor levizeled a saját lábadat. Ugye? Tehát, mert olyan ugye úgy zuhanyzik, erről sokat beszéltünk, hogy megnyitja, leszapanozza magát, elzárja, kiszappan, megnyitja, lefürdi, kijön. És gyorsnak kellene, mert hogyha rossz ritmusban pisilek és zuhanyzok, akkor pont felváltva csinál. Nálam olyan gőz van a fürdőszobában, erről sokat beszélünk egy gyerekben, és ha hú, rajzolj az üvegre valamit, hogy itt vagy. Képtelen vagyok rövid idő alatt lezuhanyozni. Képtelen vagyok. Tehát, hogy... Jó, azt értem, de átlag zuhanyzó viszont ezzel meghosszítja az zuhanyzás idejét, tehát addig nem is folyik a meg. Víz. Hát beállítod a vizet. Szappanozás közben pisi. Nem, hát beállítod a vizet, elkezd csurogni, és amikor ugye az első cseppek elérték a fejedet, és már ugye végig mosod magad a vízzel, akkor gyorsan... Nem tudom, hogy nektek milyen magasom van egyébként a zuhanyrózsa, de az nem egy olyan hosszú idő, amíg az első csepp eléri a fejedet, csak így mondom. Nálatok, hogy van, mennyit jártok, és megyed oda, hogy... Hát először én felmérem a zuhanycseppek állapotát. Fél óra, mire beállítom a hőmérsékletet, hogy milyen zuhanyt, szeretnék. De hogy miért csinálja ezt Gwyneth Paltrow, hogy nem húzzál? Akkor miért nem szerel be magának egy olyan budit, ahol mondjuk összegyűjtik az esővizet, vagy mit tudom én, a mosógép, ugye már csinálják azt, hogy a centrifugára használt vizet átvezetik a budiba, és akkor ott az a lehúz. Tehát Gwyneth Paltrow elmegy pisilni, és engem meghívna magához, és fölhajtanám délután kettőkor a budit, és azt látom, hogy 6 kg WC papír, 4 liter pisi ott áll, és Gwyneth Paltrow nem húzza le a budit, ezzel ő védi a környezetet, és egy ilyen masszív ammóniaszagból néz Gwyneth Paltrow pisilni. Igen, több folyadék. Gwyneth, kevesebb céklát, nem győzi a vessét. A színe alatt. Én egy kicsit lúgosítanék. Szóval háromszor, négyszer ne húz le a budit. Hát most kiszámoltam, az azt jelenti, hogy egész nap ne húz le a budit. A lányok sokat pisilnek. Igen. 3-4 nekik meg a 3 óra alatt. A fiúknál 3-4 az 1. Tehát napi egyszer húzom le a budit. Igen. Ott azért szörnyű dolgok. Egyszer. Azért ott szörnyű dolgok történnek. Ott azért szerintem gyorsan. Megőrültek, de most komolyan mondom. És mi van azokkal, akik nem tusolósak, hanem fürdősek, kádfürdősek? Ott hát, van az a vízmennyiség, ahol engem már nem zavar. Hol tudsz ereszteni? Ha bennül a gyerek, akkor kicsit igen, mindig mondom neki, hogy Benni most már ne egy állat. Az arányok a lényeg. De ha nagyobb a víz, akkor... Igen. Meg talán csak egy mondok, Benni. Hogy bebarnult a kacsa? Ja, ez nem gumikacsa. Benni! De akkor miért nem hirdetik meg a pisi a szabadba akciót? Pisi a szabadba? Nem kell, de nem egyszerűbb, mint a ne húzd le a WC-t, csak egyszer naponta. Normális, igen, ezek az amerikai... És a tuja tövébe. Tehát pisi a szabadba. Az ez nem használ. Akkor a tuja mellé. Ezért minden nap más tujához kell menni. És másnak a tujájához. Én például, nekem az egy 30%-os orgazmus, amikor szabadba tudok pisilni.
Tehát az, egy, az, az valószínűleg az állatias ösztönök, amikor ugye megjelölöd a területedet. Én még kicsit a lábamat is megemelem, és közben szimatolok a levegőbe. És közben egy lábon arrébb ugrás, hogy hosszabb részen tud lepisílni a kedítés. Nagyon csóválom a farkam, nagyon sietek, és közben körbenézek, védem a területemet. Ez jó. 30%-os orgazmus. Én nekem az igen. Van rajtad a receptor bőven. Amikor tudod, úgy, amikor úgy tét nélkül. Aha. Az, én azt nagyon tudom. A lányoknak ez nem olyan okozom. Nem lehet, hogy szállnál van egy orgazmus. Sosem mondta, hogy az. Egy kávé 50%, egy Balaton szeret 70%. Megvakarom a seggemet, és már el is meg. De komolyan mondom, hát miért nem, de akkor tényleg találják már ki, hogy akkor hozzák össze a mosogatást az zuhanyzással, meg a mosást, a fürdéset. Igen, csak se nagyon mentek. Mert a Janiból kinézem, hogy egyébként ő beáll zuhanyozni, és két tányért azért közben gyorsan még el, most tudod. Én mindig hangsúlyozni szoktam egyébként, én nagyon-nagyon szeretem azokat az embereket, akik azt gondolják, hogy mindezért, akik igazi ezermesterek, de ha például mindent összehoztok mindennel, akkor mindenképpen bízzátok szakértőre, jó? Tehát, hogyha ha esetleg tartani kell attól, hogy megnyitod a konyhában a csapot, és mondjuk nem az jön ki belőle, mert nem mindegy, hogy a mosógépet kötöd a WC-be, vagy a WC-t hát a csapban, meg tudod. Te van ilyen, hogy úgy olyan gyorsan zuhanyzol, hogy közben el is mosogatsz egy tányért? Van ilyen, hogy beviszel egy poharat azért? Tehát úgy spórolsz, hogy még zuhanyzás közben azért elmosogatsz? És közben a lábával tapossa még a ruhát. Ugye ezt hallottuk, hogy Jani tapossa. Ezt hallottuk. Igen, de a mosogatás az nem. Hát nincs ilyen, hogy egyszerre zuhanyzol, taposod a ruhát a lábad alatt, gyorsan tapicskolsz a kis mesztelen talpacskáiddal, és gyorsan egy bögrét még elmosolít. Ja, nem igen, csinál. És olyan pörög a... hogy hívják, egy csemegóborkás üveg. És mély mosást csinálsz egy csemegóbis üveg. És akkor Jézusom, mi ez rajta? Ja, csak kis kapor. És akkor hogy van egyébként tényleg? Tehát, hogy kirakja be a ruhát a kádba? Tehát nézzük meg, hogy ezért nem biztos, hogy kirépatról a legbetegebb. Tehát nálad ki a ruha, a szennyesből a ruha bepakoló hát a kádba, hogy ha mész zuhanyoz. Az, hogy gyakorlatilag az előmosást, az áztatást spórolod meg azzal, hogy berakod a kádba, még zuhanyzás előtt, és akkor a zuhanyzó víz, amiben ráadásul vannak mindenféle ilyen mosószeranyagok, bio mosószeranyagok, vagy lehet mit, nem de mosószer, hát végül is tusfürdőről van szó, de az is bio. De tapicskolsz közben a ruhán? Hát ne úgy képzeld el az egészet, mint tudom én egy őrségváltást a Sándor palota előtt. Hogy ott helybe járok, vagy ilyesmi, hát olyan finoma. És akkor benn van, mit tudom én, két ballonkabát, egy farmer, két ballonkabát. Ballonkabát. Sőnünk mossa a ballonkabát. Egy három húsánka, egy ballonkabát. Igen. Szóval... És négy svájci sapka. És akkor a kis mesztelen talpacskáiddal erre ráállsz, és akkor közben ezt taposol. Mert sokkal nagyobb hatásfokkal tudok akkor mosni. Tehát akkor sokkal rövidebb programra lehet berakni a mosógébe, mert így is kimossa. És kiszedi ki alulad a ruhát. Bejön a Móni, elhúzza a kis műanyagot. Nem tartunk el egy kis nyugdíja. Elvédi csak arra már. Te ott tapicskolsz. Ott nagyon tapicskolsz, elhúzza egyszer csak a függönyt, és kiveszi alól a... Úristen! Ez nagyon proli. De jó. De. Utána gyerekkoromban zuhanyoztam. Ez nagyon jó. Átpakoljátok a mosógépbe, és kerestek egy olyan programot, aminek nincs az elején öblítés. Igen. Illetve nem, hát egyszerűen rövidebb. Aha, vagy egyszer. De akkor te én kitelepüléseken kicsit zavarba is vagy, hogy nincs semmi a kádba, nem? Hát te pakolsz be valamit kitelepülésen? Tehát végre, amikor egy üres kádba zuhanyozhatsz, például kell mondjuk a rádió. Beleordod mindent, ágy nem takarod. Volt már, hogy beraktál két örök között egy fel, csak hogy meglegyen a feeling. Egy párna húzatot, és nem tudom, dobtál a kádba egy kis budi papír. Kitelepülések, hát én nagyon jól tudod, hogy kitelepülésekre is úgy szoktam menni, hogy mondjuk fele annyi fehér nemit viszek, mint ahány nap van. Vagy ahány napig tart a kitelepülés vagy az út, mert útközben úgyis fogok mosni. Most már tudjuk, megértem mi ez egyébként, ezt egyébként tényleg megértem. Szóval az öt boxer alsó az egy komoly súly, meg egyébként figyelj. Azért az baromi megterhelő. Tehát amíg vasárnap elmész pénteken, az is mondjuk hat. Tehát az erős. Én megértem, hogy kettőnél meg kell ezt mosni, persze. Hát de... Most tényleg. Több vizet használsz el, mint egy kis flakonban mindig viszek magammal öblítőt, mert az általában nincsen a szobákba, és akkor szépen este beöblítöm, kimosom, kiteregetem, és akkor reggelre megszárad. Bámullak. Egyszerűen csak bámullak.
Biztos, hogy nem genetikus. Nadrágot nem tudok egyébként. Nadrágot nem tudok sajnos, az bonyolultabb egy picit. Vastag, nem szárad. Csak nagy a csapok. Nagy vécét után húzzátok a vécét, van ilyen? Mert vezetted a Gwyneth Paltrow egyébként, hogy nincs, tehát van ilyen? Se. hogy még rálicitálsz Mónira? Nem, ott azért van egy picit plusz vízfagyasztás nálunk, de nem akarok jobban belemenni. Atya. Állítólag jó a csapba pisilés is, mert úgyis kezet mosol utána, és az a pont lehet. Jó, neked volt olyan magas egy csap, mint nekem a piszoár. Hát most bocs. Mi van elmézuhanyozni, alatt van a Móni balonkabátja, és neked pisilned kell. Nincs ebb balonkabátom. akkor a Móni svejci sapkája. Ott van a kis jéger alsód, meg a kis pamut harisnyád. Amiben jössz télen. Annak nem örül Móni. A kis pamut harisnyád, és akkor közben pisilned kell, vagy te minden fürdés előtt akkurátusan elmész pipilni? Hogy összehoztad ezt a két témát egymással? Nem, csak kérdezem, mert ugye... Nem pisilek be lakádba, amikor van benne ruha, vagy pedig arrébb húzom. Lábbal így egy kicsit arrébb kotrol. Az enyémet és közelebb Móniét. Csinálsz, hogy egy lábbal kicsit arrébb túrod a kis nerc harisnyádat, vagy nem tudom mi az. Persze, pont úgy képzelem, mint egy kotló macskát, tudod. Hogy ott egy kapargatok a kis mancsommal, ráhúzok egy kis kupac ruhát, aztán hogy hívják, hogy körbenézek, még egyszer megnyalom a bundámat, azt elsétálom. Igen, és ha már ott vagy, és a rágy, ez rákupolod. Végülis vizet sporgunk, akkor már 6 szóra nagy dolog. Az még nem tűnt fel, hogy a porcelánt nem tudom összepúzni egy kupacba, de átnak. Azért megnézzélek, hogy a kis mesztelen, a kis csirketesteddel ott kapirgálod arrébb a kis harisnyákat, amiket éppen ott kimosták. Előtapostad a harisnyákat. Érted, van otthon egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen második VH-s gyalogságjáson, mindig a kert végében megyek, ások magamnak egy ködröt, belekullok, visszatemetem. Érted, és még úgy frissibe jövök bele. A virág fürödhet úgy egyébként, hogy a virág azt csinál, amit akar. Tehát neki nem kell ballonkabáton taposni. Tehát nincs egy virág, hova mész, megyek zuhanyozni, jó, ne felejtsd el, vidd a pádról. Nincs balonkabát. Jó, akkor. Hova mész, kis pamutar is. Na, hova mész, virág, zuhanyozni? És nincs mellette apátka, nem tudom, melegítő fősője, meg farmer. Azonnal vidd be a farmerodat a kádba. Virág állam az államban. Igen? Na persze, tehát ő azt csinál, amit akar. Tehát, hogy mondjuk, ne adj Isten annyira durva, hogy enged magának egy kádvizet, és abba beleül, akkor utána mi van? Mi lesz abból, leves? Móni megcsinálja húslevest. Nem, virágot úgy képzeld el, mint a munkavezetőket egy piramis építésénél. Mi húzzuk a köveket, ő pedig a korbácsot forgálja. Nem, ő egy más tészta. Nagyon betegek vagytok. Na, ha már tényleg minit fetről is elkezdte, ne húzzuk le a WC-t csak napi egyszer. Illetve mindenki vigyen magával egy pisit a fürdőbe kampánysorozatát, ami egyébként tényleg nagyon beteg. Nézzük meg, hogy... Írjátok meg nekünk, hogy a családban ki a legelmebetegebb környezetvédő, de aki tényleg hasonlóan számunkra legalábbis elképesztő dolgokat csinál, mint Jani, aki nagyban tapos egy belegítő fölső, miközben zuhanyzik. Igen. Hogy, nem balonkabát. nem balonkabát. Okay. Tehát nagypapa, nagymama, férj, gyerek, ki az elvakult természetvédő, aki tényleg bejön hozzátok, lezárja a zuhanyt, ha hallja, hogy sokáig zuhanyoztok, aki kizavar benneteket a fürdőszobából, aki úgy próbál meg spórolni, ami egyébként nyilván már nem teljesen hétköznapi és nem emberi. Hát János mondott egy-két jó példát. És még vannak táblataim. Van egy csomó jó ötlet. Jó, szóval írjátok meg nekünk, nálatok ki a legelvetemültebb környezetvédő, és azt is, hogy mit csinál. Jó, 8:30 múlt, pontosan 2 perccel jövünk mindjárt a hírek után. 3:49 van pontosan. Szép végszó volt, Bali. Jó, hogy nem volt piros ez a kis. Jó, hogy nem volt, így beszélgettünk valamiről, és pont mondtam egy erőset a végére. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát nagyon jó kis SMS-eket kapunk. Ugye arról beszéltünk a hírek előtt, hogy Amerikában kitört egy újabb őrület, 2 is. Gwyneth Paltrow hirdeti, hogy ne húzd le a WC-t csak 3.-4. alkalom után. Ő egyébként ezen, hát hogy is mondjam, kezdeményezés élére állt. Ő azt mondja, hogy környezetbarát, és hát irány a természet, nyilván nem kapuajra vagy úszmegáróra gondol, de ha már otthon van, ő nem húzza le a WC-t. A másik pedig a Billy. Hajrá, Gwyneth, veled vagyok. A 4-5 se kevés. Mi lehet nálatok, igen. Vagy pedig ugye mindenki vigyen magával egy picit az zuhany alá, kivéve Jani, aki hát ugye nem tud, mert akkor lepisíli a balonkabátot. De, hát amit éppen ezt nem mond, azt mondta, hogy elhúzza a balonkabátot lábbal. Elkapirgál, pisil, visszahúz. Igen, szóval, hát hogy... Most már hadd lökjelek ilyen a gödörben. Ja, és odahúzom a szoknyáj. Igen. Na, itt van velünk Réka, mert arra kértük hallgatóinkat, írják meg nekünk, hogy náluk ki védi a legelvetemültebb módszerekkel a természetet, és hát nagyon helyes SMS-eket kaptunk. Hello Réka, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Szia. Hello. Na.
Hát mi történt? Vagy ki, nálatok ki a nagy természetvédő? Hát most már igazából inkább a férjem, de anno a nagymamám volt nagyon, nagyon ilyen környezetvédő, meg hát nagyon spórolós, és ő csinálta azt velünk gyerekként, hogy fölkockázta a WC-papírt, és akkor... És adott... Pipiléshez kaptunk ennyit. És hát a nagy vécéhez pedig kettő. Két kocka? Hát figyelj, nem volt a mami egy nagy lelkű. Hát gondolt, hogy az elég végül is. És ez a puhább vagy ez a kemény ilyen összehajtogatott ilyen négyszög alakú volt? Hát is, és attól függ, hogy melyik volt az olcsóbb a boltban. Hát akkor négyszög alakú. És mi van, ha valaki csalt? Egynek indul, de aztán kettő lett belőle, hát, akkor kért még, még egy kockát. Kikiabáltál. Bocsánat. Mami, nagy lett. Kettő lett. Csaltunk gyerekként, az az igazság. Akkor legközelebb magára vetett. Nagymami, és nagymami minden fogta? Miért akar? Spórolt? Tehát csak, hogy a pénz legyen kevesebb? Vagy hát a vízszámla? Spórolt, vagy? Dugoljon el vízszámla. Igen, minden. Igen. Édesem. Igen, igen. Úgyhogy aranyos volt, illetve hát ez így utólag jó történet, akkor annyira nem örültünk ennek. Nyilván persze gyerekként, ez más, abszolút, igen. Viszont az almás pité. Ez olyan is volt, hogy mondjuk fasírtot egy hétig ettük, mert hogy azt nem szabad kidobni. Hát a drága húst. El is áll. Jó az. Igen. Hát azért így egy hét után, így vasárnap már, mikor... Ez ugyanolyan, mint a mi gyerekkorunkban a kenyér. Tehát szerintem egy komplett generáció nőtt föl, úgyhogy nem evett soha friss kenyeret. Soha nem ettél friss kenyeret. Egyetlen egyszer kellett volna kidobni, és utána minden a friss kenyer lett volna. Mindig az előző napi kenyeret etted. Mert hogy nem dobjuk ki. Soha a büdös életemben nem ettem friss kenyeret gyerekkoromban. Mert mindig a tegnapit kaptad meg. És azt tudom, majd megvették az újat, ugye? És csak egyszer kellett úgy dönteni, hogy jó, ezt már nem vegyük az újat. Nem. És ez mindig egy nap csúszásban volt. Soha nem ettél friss kenyeret. Negyed kiló kenyeret soha nem vett senki, mindig csak két kilósat, mert úgy értem meg. Szombaton megvettük a két kilósat, aztán csütörtökig azt tettük. A büdös életben nem ettünk friss kenyeret, igen. Na jó, köszi, hogy elmondtad, puszi neked. Sziasztok, Réka, nagyon jó SMS-eket kapunk. Ismerősöm a vágott virágok alól gyűjti össze a vizet egy vödörbe, amit a WC mellé helyez. Azzal kell lehúzni a WC-t szigorúan mindenkinek. Leönteni. Hát igen, tehát a vágott virág, amikor már elhervad, kiöntöd a vizet, összegyűjtöd egy vödörbe. Lehet, vágott virágod nincs otthon, hogy hát minden vagy, nap az egy ekkora csokrot. Nagyon nagy a család, vagy nagyon sok névnap van. Hát, igen, vagy amikor elhervad az a virág, annak a víznek is már van az egy bukéja, ha hát emlékeztek rá. Ha leöntöd vele a budit, az még nem baj, de azért a cipekedsz be a vödrökkel, azért az kemény. Nálunk apukám kiszámította, mennyi spórol egy este, ha nem fürdik. Felszámította a vizet, a villanyt, a tusfürdőt, amit felhasznál, 3000 forint télen, plusz 500 forint a fűtés. Miatt napi spórolásként csak heti két ára három alkalommal mászik a zuhany alá, azt mondja, életében nem takarított meg még soha ennyi pénzt. Puszi Eszti. Nekem ez kemény. Jó. Tessék? Ez jó, ez tetszik. Mert hogy ez forintosítva van, itt nem csak arról van szó egyszerűen, hogy mit tudom én, ökológiai lábnyom, azt sem tudod mi az. Itt forintokról van nagyon szó, hogy látod, napi hogy mennyi heti kétszer zuhanyozni, hát ez csodálatos. Hát az... nem fizikai munka. Lajos, havonta egyszer. Van úgy, hogy egy nap kétszer. Van úgy, egy nap kétszer lezuhanyozom simán egyébként. Nem ilyen, neki nincs, de heti kettőt. Te rohangálsz állandóan a sport a gyerek után, a papa már nyugodtan otthon van. Heti kettő tökéletes. Egy kedd, egy szombat. Távol is vannak egymástól a napok. Heti kettő is meg. Ha van, amikor elfelejtett, hogy zuhanyoztál, és mondjuk, utána megtörölköztél, visszamászoltál. Nem, van úgy, hogy egy nap kétszer simán. Anyám elvetemült egy dolog, hogy a csöpögő vízcsapot elzárja, ha feljön nálunk az albérletbe, de a villanyt is lekapcsolja, és ha nincs senki a szobában, a telefon töltőt is kihúzgálja a konnektorból, ha nincs rádugva semmi. Hát gyerekek, ez Jani. Szóval ez abszolút. Akkor nem jelezni, hogy ez például nem vágott a témából, itt olyan valóságtól elrugaszkodott a spórolásokról beszéltek, hogy ebben szerintem semmi fura nincsen. János, még soha senki után nem oltotta le, vagy nem kapcsolta le a villanyt, mint utánam. Most van egy új mániám egyébként. Micsoda? Kaptam telefontöltőket, napelemeseket. Ajándékba. De és jó. Most, ahogy kisüt a nap, rögtön keresem, megkeresem azokat a pontokat, ahol a legjobban éri, kiviszem a töltőt, aha, a napelemes töltőt, rárakom, hogy hívják a telefonomat, és akkor ott van kint. Mindig máshol van a telefonom. És megvan, hogy fél óránként ki fog járni, hogy mindig irányba fordítsa a telefon töltőt, hogy a nap jós is. És spórol vele egy évre. És egy évre spórol vele mondjuk 300 forintot. Én értem egyébként. Azt mondja, hogy
Volt apusom, folyton rászólt a fiára, hogy kapcsolja az autó világítását lakott területen, mert szerinte úgy többet fogyaszt az autó. Haver a kávéfőzőt ecetes vízzel takarította, és hát azonnal ezzel a vízzel főzött is egy adagot, mert hogy ő nem pazarolja a vizet, több, kicsit több cukor kellett bele, petiküldni. Nagyanyám spórol a vízzel, ezért reggelire mindig főtt tojáson teával, így a vízemben megfőtt a tojás, nem vész kárba. Abból lett a tea. Abból lett a tea, Ricsi küldte nekünk, igen. Na, hát igen. Azért. Anyám a fürdővizet átmeri a tárcsás mosógépbe, mosás után felmossa be a lakást, aztán félre rakja a WC-öblítésre. Azért ez is erős. A kádunkban van egy sötét pötty. Unokahúgom ott áll a kád mellett, és ha eléri a víz a sötét pöttyöt, akkor elzárja. Mondván, ha neki elég a víz, akkor mindenkinek. Ne dőzsöljünk. Az aposom fürdővíz spórolás céljából az én vizembe akart megfürdeni, ajtót feltépve eresztettem le a kádvizet, hogy nehogy már egy 40 éves férfi után fürödjél meg, ő megsértődött ezen. Ő megsértődött. Elgeted a vizet. Azt mondja, hogy az egyik ismerősöm azt mondja, mondta, a gyerekek ne otthon kakíjanak, ne használják a vizet és a WC papírt, ezt szigorúan intézze el az iskolában. Vidd el otthonról a nagy dolgot. Jó, de hát jó. Jó, ez aranyos, de valójában itt, tehát, hogy nem a környezetet véded, hanem spórolsz. Na igen. Tehát az otthoni büdzséből. Szomszédom télen a mínusz 20-okban is kimegy a kitévécére, és poroljon a vízzel. Apám az őrlángot kapcsoltak egy időben a cirkor, amik tönkre nem ment, megcsináltat a 35 000-ért, azóta nem jó hozzá. Igen, nem szeretnék. És 5 év alatt egy 3 000-et spórolt is ezzel. Azért az nem szerencsés, igen. Na hát nagyon jók jönnek. Jól van, köszönjük szépen. Az SMS-eket, nagyon helyesek vagytok. Jó azért hallani, hogy nem csak az amerikaiak védik elvetemült módon a természetet. Én megnéztem ezt a Gwyneth Line-t, mert ez nekem így nem volt meg. Te figyelj, eddig a pisi sztorig egész szimpatikus volt. Helyes kis szőke tündérke korban pont nekünk való János. Így van. És tehát ez, hogy fölmennél egy ilyen randira, és hogy kimennék használni a WC-t, és így utána kiabál, hogy de ne húzd le, majd csak holnapra. Vannak közben egész durvák. Nagymamám a lisztes zacskót használta újra WC papírként, inkább megvártam, míg hazaérünk. Ó, Istenem, na jó van. Itt van egy véradónk, csak egy röpke pillanatig. Hello, ciao. Szia. Hogy hívnak? Pap Erzsébet vagyok. Erzsi, túl vagy már? Igen. Milyen volt? Mindenem. Milyen volt? Jó volt? Hát jó, nem fájt. Életed első véradása? Tizedik. Hát akkor már igazi rutinos. Úristen, tizedik, most pedig a 20. volt Erzsi. Erzsi, kaptál ajcsit? Nem. Nem kaptál ajcsit? Miért nem kaptál ajcsit? Kamuzol. Ha megbeszéltük, hogy kapsz egy bögrét, nem van valami számolás, hogy a 10. 20. de hogy igen, mert én a 20. jelentkező vagyok, de nem a 20. véradó, mert hogy sok embert kizártak előttem, de én erőszakos voltam, és adhattam vért. Kizárta, igen. Ilyen hát mert hogyha nem megfelelő mondjuk a hemoglobin szinttel, akkor kizárta. Ja, ez így igaz. Akkor és neked sem volt megfelelő, de verted az asztalt. Jó, ezt először, nem mondjuk-e senki. Először újjon böknek, és akkor abból megnézik, és igen. Az jó. Tényleg? Persze, hát van egy kis, nem emlékszel? Komolyan mondom, mi az a NASA, érted? Hát ilyen profi a vöröske. Szerintem menj ki vért adni. Nem tudok. Van a makkomon egy piercing. Tegnap tették be, hogy berakadt a címzárba, az előbb könyvbe lábott a szemem kicsit. Összel meg a Melvin bódba, tudjuk. Nem, azt mondták, hogy aki teljesen egészséges, az adhat vért. Ő meg most nem annyira. Meg tegnap még az elég rámágy volt. A múltkor adtam, amikor itt volt a vörös kereszt, most én ezt kihagyom. Elfogadva. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Erzsi bejött, helyre tett mindenkit, már megy is tovább. Jól van, puszilunk Erzsi, köszi, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Hello. Na, ez nem rossz, 10. véradó. Nem, 20. egyébként. Nem, ma. Már nem, hogy összesen 10-szer adunk. Jól van, mutatjuk a beugrót, a hármas ugrásra, figyeljen mindenki. Vannak benne egészen. Hallálosan könnyű. Felismerhető dalok, de gyorsan jött, úgyhogy megmutatjuk még egyszer, jó? Na, 2 darab dalcím, 2 darab előadó. Ezt kell nekünk elküldeni SMS-ben, ha szeretnétek 3-as ugrást játszani. Jó? Tényleg nem nehéz egyébként. Feri, hallottad a viccet, amit tegnap találtam ki? Nem. Két pössze beszélget. Mit csinálnak az aranyászók, mit bányásznak Alaszkában? Ja, basszus, el. Nagyon jó vicc. Kár, hogy nem hallottad tegnap. Kérdés-válasz rovatunk.
Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Így van. Kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Ha van kérdés, tudjátok, a péntek utolsó 20 percen rólatok szól, küldjetek el, megpróbáljuk megválaszolni. Ahogy Jani szokta mondani, az őszinte kérdések és a majdnem őszinte válaszok fél órája következik. Bármi, ami benneteket foglalkoztat, nyomaszt, megkérdezzétek tőlünk, vagy úgy gondoljátok, hogy tudunk segíteni, vagy választ adni rá, küldjetek el, mert a péntek utolsó 20 perce nagyon interaktív, és az csak a hallgatókról szól. Nyom? Fantasztikus, hogy fantasztikus, fantasztikus volt. Három perc van pontosan, 9 óra, jövünk a gyerekek. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Nagy kell a nagy taps, gyerekek, csak így tudok elindulni. 9 óra múlt 11 perccel jó reggelt kell mindenkinek. Lenyel, muszáj volt lenyelnem, már nem beszéltek teliszájon. Milyen virág van? Volt egy műsorvezető teliszájon. Hallod? Érted? Nem indult be a katalízis. És fölülről csinálnak egy fotót az Insta oldalra, hogy hogy, Istenem, néz ki, hogy néz ki Bali pultja. Nem értenék. Hát most ugyanis egy olyan csokit eszem, amiben ilyen karamell van, tudod, és ha ezt egyszer bekapod, az 10 perc, mire lenyeled. Hmm. Két választások volt. Vagy kiköped a pultra, de hát úri gyerek vagy, nem? Akkor még nem ismersz igazán. Szóval az egyik választás az az volt, hogy vagy teliszájjal szólalok meg, vagy az egészet kiveszem. És most ott van a pulton? Nem a pulton, a pultra vigyázzunk. A kardigánodon. A kardigán. Ma nem hoztam a kardigánomat, kérlek. Ezt szerintem múltkor bent hagytad. Ja, a szvettered az én balonkabátom mellett. A szvettereden van, Feri, a szvettereden. Na, kuci-kuci félre. Majd hétvégén kipihened. Ja. Nem tudom, mi van velem. Na, hogy állunk? A Juli is vért ad. Igen, Juli is kint fekszik. Elvágod? Sakutarlagod. Jaj, Istenem! De 40 kiló, hogy tud ő vért adni? Nem lehet, hát szerintem. Hát azt mondják, hogy 50 kiló alatt nem lehet vért adni. Hát ez van, de ő elszánt. Ő bedumálta magát. Ő elszánt, aha. És ezért becsúsztatott a bugyijába 4 ásvány vizes palackot. Ő egyszer elhatározza, hogy vért adott, nem, ott, nem állítja ott, meg egy vörös keresztes Marika. Hallod? Ott a Marika. Nem, úgy hívják át a vöröskeresztes dolgozókat, hogy Marika? Nem. Látok magam előtt egy vöröskeresztes dolgozót, én azt gondolom, hogy Marikának Marika. Hívják. Így van. Úgy valahogy ők olyan Marikások. Igen, és nem? Mindegyiknek vöröskeresztes, vagy vörösak a vezeték neve. Igen. Vörös Krisztina. Vörös Kázmi. Szóval Bali, nem Bali, Juli, is, vagy. Juli is vért ad. Már nézem a kérdéseket. M5-ös autópályán Szeged felé a 135-ös kilométer szelvénél a felüljáróról mérnek. Paulo küldte nekünk. M3-as 225-ös kilométernél szintén a felüljáróról mérnek. Ezt Anita küldte nekünk. Annahegyi pihenőnél a hídról fotóznak. És hát, nagyjából ennyi. Ennyi. Na, rendben van, nyugalom van, békesség van. Jut eszembe. Hátulról teszem be. Ha nem akarod, nem teszem be. Hogy 3-4-12-ig kell jönni. Illetve lehet jönni vért adni. És nagyon sokan voltak már eddig is. Nagyon-nagyon örülünk neki. Az anyád, de meg... Néznélek hallgatnám egyszer ezt a dalt. Ilyen énekel az egyik kereskedelmi csatornán. Nagyon. Hazajött a Csibból. Hazajött. Kellemes. Gyönyörű lány egyébként. Igen. Ilyen, igen, nagyon. Nagyon szép. Nem ismerik tőle egyetlen dolgot, de nem. Jó hangja van egyébként. Na, nézzünk egy-két kérdést, egy-két választ. Jön? Igen. Julit próbáltam meg elérni. Akartam tőle valamit kérdezni. Aha. Tudod, mi a közös egyébként közted meg hiány között? Meg is volt karameles a szája. Utálom a karamellt. Már hogy ezt a csokis karamellt. Nagyon szeretem. A Pál utcai fiú íróját és az énekes nagyon szeretem. Molnár Ferenc karamell a kedvencem. Tehát szerintem kiváló író, kiváló énekes. Nem értesetek félre, ugye? Én természetesen a magyar tengerről elnevezett csokis szeletre gondoltam. Na nézzük a kérdéseket. Juliskát hol lehet elérni? Kérdezi valaki. Igen, ezt elfelejtettük az ő rovatában mondani. Nagyon jó a kérdés, köszönjük szépen, hogy én kértem Julit, hogy csináljon magának egy e-mail címet, és ő meg is csinálta. Juliska@klassfm.hu. Amit csak te ismersz. Tényleg ez lett, hogy Juliska? És amit csak te ismersz. Miért nem morning show? Hát egyszerűbben tudják velünk beazonosítani. Hát egyrészt, másrészt meg Juliska. Juliska. Így, ahogy a szignálban van. Juliska. Csinálok egy Juliska@morningshow.hu-t, jó?
mert mégiscsak így hívják a műsor. Ne, legyen inkább Juliska a kukac, tudjátok, a morning show-ból. Ha ezt elintézed, nem ő vagy. Juliska, és akkor lehet hívni Juliskát ilyen akciókra, amikre ő jár, ezt azért csináljuk? Ezt a mail címet? Nem. Na, csak hogy legyen neki jó, világos. Nem, hanem ez azért, hogyha, nyilván, ha van, ahová el tud menni, igen, de hogyha van egy olyan témaötlet, vagy csajok írhatnak neki, vagy bárki, aki valami nyomaszt egy csajos dolog, és úgy érzi, hogy a Juli ebből témát tud csinálni, akkor ide tudja elküldeni, vagy lát, hal valamit, olvas, akkor Juliskánk ennek utána jár, és be tudja hozni adásba. Úgyhogy csinálunk akkor egy másik e-mail címet, és akkor az a juliska@morningshow.hu lesz, jó? És akkor ide tudtok Julinak írni. Vagy hogy mi történt velük. Tehát egy ilyen csajos e-maileket csajos várunk. Na most már. Egy helyen még fél a műfogás. Megállt egy zabszelet félig a tüdőm, és a kettes pitvar hármas kamrám között a nagy artérián van, és egyszerűen nem tudom onnan felkölni. Hopp, egy pladnizsla egész. Hopp, egy matchbox. Hopp, két kabátgomb. Néhány, ez is Déna. Szent István korán. És kijön még belőlem Litbárszki gombfociba. Igen. Kijön még belőlem a garaba. Ja, nem tudom, valahogy félrenyeltem. Hopp, egy töröcsik. Hogy jön a vázba. Valami, mikor ez értek át forgatás, egyáltalán el lehetne menni nézőnek oda. El lehet menni, mindent mondunk majd, lesz forgatás októberben, ha minden igaz. Nem októberben indulsz? Vagy nem árulhatok el többet, ja, nem, mert nem. Már annyiszor megégettem magam, hogy... Hát te aztán ezzel tényleg mindig elszólok egy csomó mindent. Szeptember-október környékén lesz majd, úgyhogy mondjuk, hogy tudtok eljutni. Ez jó, hogy mondtam, ezt tegnap is kérdezték már tőlem, voltam egy helyen, és akkor ott érdeklődtek, én már adtam is erre jegyet, tehát... Ott kell. Dílerkedni. Megmondod, 3000 nálad a jegy. Ledílerkedett. Abszolút. Ne most csomagba adják, tudod. Három erő a személye, vagy hívják, két személyre szóló állatkert belépő, valami a... Gonoszkodjál, csak gonoszkodjál, persze. Meg aztán te is onnan leszel arról az asztalról, ne felejtsd el, két napján. Két éves Otto magazin előfizetés, és egy izé. Igen, és kettőt fizet, hármat vihet akció egy WC-ülítőre, amit nem nagyon visznek. Igen. Hát jól van, megjegyzem én ezt. Engem egyre jobban felháborít, amikor azt látom, hogy bevásárló helyek gyermekeseknek számára fenntartott helyre olyanok is beállnak, akiknek gyerekük sincs. Férjem azt mondja, ne firtassam, nehogy az autón álljanak bosszút. Szerintetek? Szerintünk is. Legyetek gyávák, kerüljetek a konfliktust. A bosszantás szerintem azt a megértem azt a részét, de hogy egyre több olyan van, hogy nem mered ezt megcsinálni, és igaza van a férjének, ugyanis odaszólsz az embernek, hogy figyelj, egyedül vagy. Én értem, hogy egyébként lehet, hogy van családod, de most nincs itt. Elmész, és utána megkarcolva ott van az autód. Most az hiányzik valakinek? És neked is igazad van, aki azt mondod, ha nem szólsz, akkor meg ez tovább fog menni. De most miért te legyél az áldozat, aki szólsz ezért, nem? De ez nem csak ilyen kifogás, hogy azért nem szólok, mert akkor lehet, hogy bántják az autót, nem? Hát valami kifogást kell találni. Ebben igazad van. Valamire fogni kell, hogy miért nem szólok. Fogni kell, hogy miért nem szólok, de szerintem meg egyre félelmetesebb az, hogy bármiért, amiért szólsz, annak retorziója lesz, és ilyen lesz, hogy ott vagy a kocsidat. Igen, ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés, hogy megérje magadat szájba veretni, ha valami hülyének szólsz. Igen. Ugyanakkor meg... Szerintem meg, próbáld ki. Na, ezt te mondod, érted? Hatan állnak beléd a sorba, érted? Állsz a benzingunnál a nyomorult feltöltőkárnyal, és mindig csak azt van, mondod, amiért hogy... szólok. Mindig csak azt mondod, tessék csak, persze, tessék, nem zavarok, én nem a sorba állok. Tudod, miért szólok? Mert engem ezt hol zavarna már, érted? De egy romlott krémes. Azért vissza. Nézzátok egy ofát. Félrelök meg téged boltba, érted, beállnak eléd. Én nem tudom. Tegnap engem is... Félrelöknek a boltba? Nem, azért nem. Hát, úgy van. Nem jött, lassan mentem, mert kerestem egy parkolóhelyet, és ami egy idős öreg ember átkiabált nekem, de én nagyon-nagyon felháborodott, pedig semmit nem csináltam rosszul. Hogy na, lassabban mi van? Mentél. Igen, na mi van, köcsög, menjél már, de valamilyen ilyen csúnyán beszél. Igen, valami 60-as öreg. 60-as öregnek nézett ki egy 60-as öreg. Fatter, nem mindenki köcsög, aki jól néz ki. Nem, képzeld el, hogy olyan szinten engedtem ezt át magamon, vagy én mondtam, hogy én nem... Meg nem tehát, tudsz hogy, rá mit mondani. Meg nem is az, hogy nem tudsz, tehát az ő hülyesége miatt érezem én magam rosszul, vagy emészem magam, vagy menjek utána, és kezdjek el most ott hülyén birkozni a Moszkva téren, érted, gurulni ott ördögszekérbe, ott egy, a hentes előtt. Szóval, hogy mi a fenének? És magamon is meglepődtem, milyen könnyen elengedtem ezt most, hogy ennyire nagyon durván csúnya helyre tett egy 60 éves. Érted? De hogy valahogy úgy nem, úgy de jó egyedül volt. Vagy ott volt a veje, meg a fia, meg a...
Nem, egy család volt? Most én nem úgy megy át rajtam a probléma, hogyha ha terhes nő egyedül, akkor felszívom magam után, melyek a nagy darab kopasz MLG-ben. Ó, Bali, milyen spirituális, hogy átengedtek magadon. Négyen ültek, 4000 év börtönnel egy MLG-ben, és te nem szóltál be nekik. Csak úgy oda néztem, nem is tudom pontosan, hogy hányan ültek. És rájöttem, hogy most tényleg megéri ez nekem. Nem szóltál, csak mutattál. Igen, de azt is csak így a kormány alatt, hogy ne látszódjon. Csak fölírtam a rendszámát, és elengedtem egy-két telefont. Ma már nincs ott az autója, ahol leparkolt. Igen, ma már bottal jár kettőbe. Szóval, hogy én nem tudom, én nem értem ezeket az önkéntes rendőri vénával megáldott embereket. Tehát például tételezzük föl, mondjuk bész a Tetyóba, vagy tök mindegy hova, és ott beáll valaki a családos parkolóban, és egyedül száll ki. Én nem megyek utána, engem nem érdekel. De egyébként meg jönnek családos emberek, akik nem tudnak oda parkolni. Vagy jön egy mozgáskorlátozott. Nem azt mondom, hogy baj. Én tökéletesen megértem, de valahogy bennem ez úgy nincs meg, hogy oda menjek, és akkor azt számom, hogy légy szíves, uram, álljon át. Nem tudom, azt gondolom, hogy nem az. De ha nem szólunk semmiért, abban igaz van az SMS írójának. De ha gyereket bántanak, vagy nőt vernek, vagy az utcán három rángat egyet, volt már, hogy megálltam. És én is bátran rángattam. Odáltam, szelfiztem kettőt, és már is mentem. És azt mondtam, ne hagyd magad, én veled vagyok. Én majd nyomtam egy padló, persze. Valamit elfolytanak, ez nem róla szól. Akkor mindig a fejemet kaptam, amikor elmenuktam. Még fotóz közben. Miti, oda mentek szólni? Hát, hogyha ott vagyok, akkor én így megszoktam ezt jegyezni, hogy ne haragudj, de hogy ez nem a te helyed. Nem vertek még nagyon ám. Ez az ilyen, nem vertek még nagyon ám. Jó, mondjuk nekem azért könnyebb dolgom van ezzel a közel két méterrel, meg a 110 kilóval, nyilván másképp. Aki hallgatja a műsort, az azt tudja, hogy puha vagyok, persze, de nem mindenki hallgatja, érted? De szerintem könnyebb azért egy ilyen testet. Azt tudja, hogyha megütsz valakit, sokkal nagyobb kárt okozol magamban. Azóta egy 10 éves koromban ütöttem utoljára, azóta fáj a vállam. Mindig úgy megy, elnézést, hogy Monis hallgató, nem. Akkor mit kérdezel magáról? Igen, Feri, nagyon szeretlek. Jó, parkolj csak nyugodtan, ahol csak gondolod. Segítsek kiszállni. Odászom, akkor nem azért nyugodtan csinál. Nem tudom, szóval, hogy valahogy igen. Na, jól van, hát mindenki döntse, remélem, hogy segítettünk. De nem érdemes, valójában nem érdemes. Azt mondjátok meg, miért nem tudnak indexelni az emberek hasonlókért? Nem csak a nagy sötét BMW-sek, de már senki nem használja. Esetleg változottak lesz? Lemaradtam valamiről? Miért van a Suzuki-snak, illetve az 1.2-es, 1.6-os köpcentig minden kismotoros autósnak bizonyítási kényszere? Egyébként tényleg így van. Hát kompenzálni próbálnak. Gyorsabb vagy, jobb vagy. Próbálunk. Te se indexelsz, vagy mi? Nem. Indexelés. Az indexeléstől ampipa szoktam lenni, amikor elmarad, mert ugye kertes részen lakunk, hogy gyakorlatilag, mintha ott nem is létezne a kereszt. Tehát senkit nem érdekel, hogy 30-as övezetben vagyunk, senkit nem érdekel, hogy ugyanúgy kellene indexelnie, mint ahogy gyakorlatilag a bármilyen úton, bárhol halad. Ki cseszés a másikkal, ha nem kezed, indexelés, nem ismeri, érted? És ott... Tehát például körforgalomba te jönnél be, és nem fogsz igen. bejönni a körforgalomba, mert látod, igen. hogy jön az autó, és csak érted, index nélkül kikanyarodik. És te közben bemehetnél. És nem is mondtad, hogy láttál tegnem. Ez vagy te mi? Személy. Azt hiszem, Ferencén vagy. Kutya fára, nem mondtam. Miért? Hát událj oda integetek. Egy mozdulat az indexet, sőt, hát az új autóknál már állít, én nem tudom, mert nekem 20 éves, kicsit így megpöccinted, és akkor négyet villogolda. Igen, az nagyon a kispolcki is tudta. Csúnya inhőegyulladásnak kell, hogy ha tekered a kormányt, akkor ha átbekattan, akkor utána mennek szerintem fölpöcköd, és indexe hármat. Nem, és hogy egy kicsit meg igen. a Kispolszki tudott ilyet. Ne szórakozzá, hozzatok egy Kispolszkit, Laci, azonnal intézzél. Hát figyelj, bármit fizetek. Megpöccinted, akkor három után visszaáll. Nem, talán a Kispolszki hát, azért az még nem tudta. Tehát, és ha kettőkor kanyarodsz? Nem mindig indexelek körforgalomban, teszem hozzá. Nem mindig? Néha elfelejtem. De ezt vállalom, hát most nem vagyok tök. De attól még nem. Hát ezt is, én meg ezt utálom. És akkor mit csinálsz? Vered az anyasülésen a izét? Én legalább vállalom. Ez nem az erbeget. Agyon vered az erbeget az anyasülésen a fejedben, hogy mit csinálsz, tesó? Hát most érted. Előtted miért indek fejekbe magad? Még csak nem is vezet. Csak meg magad. Ne, én néha elfelejtem basszus, és én azt látom, ilyenkor tudok szájra olvasni, és tudom, elnézést kérek anyámtól, ha nagyon csuklik. Tehát én tudod, az áll, ugye megyek ki, kimész, és ő ugye nem tudja, és
Igen, mert mennél, mert nekem is dolgom van, és most miattad. Egyébként, ha belegondolsz, kb. Egy másodperc. Tehát, hogy mennyire nem éri sok meg azt. Sok egy másodperc van a napban. Nálatok jó sok körforgalom lett. Szóval, hogy egy másodperccel tudsz később indulni, miután realizálod, hogy ő mondjuk, nem tudom. De nem amíg indexel, megvárom, míg odaér, az már kettő, az kettő. Az öt másodperc. Szóval, mennyi fölösleges indulatot, energiát tesz az ember egyébként bele a közlekedésre, nem kellene. Te mindig, minden körforgalomban? Igen? Hát persze. Én néha elvétem. De bevallom, férfiasan. Mit mondjak a kretén buszsofőrnek, aki reggel a kiránduló 5. osztálynak nem engedte felvinni a buszra a táskát, mondván a gyerekek kibírják az utat kaja nélkül, ő nem hajlandó takarítani utánuk a buszt. A szülők vagy 100 000-ért bérelték a buszt, nincs benne egy porciózás. Jogos a felvetés. Hát szerintem ezt én adom, abszolút. Jogos a felvetés. Én fölhívnám a főnököt, akinél megrendeltem a buszt, és megkérdezném, hogy a szerződésben, amit át tetszett küldeni, van-e egy ilyen pont, hogy nem vihető fel élelmiszer. Ha van, akkor oké, ha nincs, akkor pedig menjen a francba a sofőr. Hát most így engeded el a gyereket, hogy kiveszed a uzsonnán zacskót? Nem? Ott állsz a gyerekkel, megy osztálykirándulni, és azt mondod, hogy mindenki pakolja le az úgyhogy. Belefér. Szerintem bele kell, hogy férjem. Abszolút. Jogos. Jogos, igen. Azt mondja, hogy Bali, péntek van, és te mindenre tudod a választ. Miért van az, hogy az összes nő visszarakja a vajas doboz fedője alatt lévő alufóliát? Miért nem lehet azt levenni, Tomi? Kérdezi, segítsetek, mi a kérdés pontosan? Amikor felbontod ezeket a kemény műanyag dobozos vajakat, van egy ezüst fólia ráolvasztva, hogy azzal bizonyítsák azt, hogy nem hamis a termék, meg nem vettek ki belőle. Ezt fölhúzod 3/4 részig, és alólavajazol, majd ők a nők, azt mondja az SMS írója, úgy rakják vissza a vajat, hogy ezt visszahajtja, és arra teszi rá a dobozfedőt. Holott azt le kéne róla szedni, és csak a fedőt használ. Semmi. Tehát ez a Viki az annyira durván kényszeres ebből a szempontból, hogy ő. Hogy ő vissza is ragasztja. Sokkal durvább dolgokat. Sokkal durvább dolgokat csinál. Tehát, hogy így megdöbbenek egyébként, hogy mennyire. Nála ez alap. Ez egy ilyen apró ugrás. Nem tudom, a nők valószínű, hogy ebben a rendben és ebben a pedantériában találnak valamiféle lelki békét. Én rájöttem, hogy ez hogy megadja a komfortérzetüket, ha rend van. Nem vetétek meg? Ez egy megnyugvás, igen. Így vezetik le azt a fajta, nem tudom, stresszt vagy feszültséget, hogy sokan rendet raknak, listát írnak, kihúznak mindent. Hát lehet, hogy nem tudnák az életüket rendesen csinálni. Tehát azért, de ilyen, itt vagyok gyere... én a bizonyíték, hogy lehet. Tehát, hogy abszolút lehet. A háztartás vezetője, a két gyerek, érted, munka van, hát most mennyi minden. Te meg itt csak bejössz, kicsit lébecolsz hazami. Képesek vagyunk visszamenni azért valahova elmentünk két gyerek fel, mert hogy nem húzott ki egy telefontöltőt a konnektorból, mert hogy az akkor fog fel kigyulladni, megégni, nem tudom, megy, járja körbe, húzza ki. De teljesen, amik ez nálatok is ismerős, hát ezt te is ezt csinálod. Nem? Tök alapokról ne beszélgessünk. Nyitott kapukat döngettek. Abszolút, igen. Jani, ha szép lennél, akkor is rádióznál? Kérdezi Roli nagyváradat. Nem, Roli, ha szép lennék, akkor nem rádióznék, megkeresnek téged, és valahol összehemperegném veled a harmatos füvek pucéra. Szerintetek nyernek a magyarok? Egymisítettem, hogy kikapnak. Nem, szép dolog. De várjál, hol az nem. Első meccsükön, vagy az egészet, az meg meccset? A Osztrákiával, azt hiszem, jövő hét kedden. Én szerintem sajnos kikapunk, de. Figyeljetek. De ne így álljunk neki! Menjünk neki úgy, hogy nyerünk. Hát jóval esélyes. Álljon tőlem minden nemzeti sovinizmus, de én magyar csapat ellen nem fogadok. Nem szabad. Nem szabad, de nagyobb esélye van szerintem, hogy kikapnak. Az osztrákokkal kezdünk, ugye? Hát elvileg azt nézzük nálad, Feri. Ez nagyon. Nem? Mit csinál, Zsül? Mi van? Odaálltok. Hallod, mint Rayman. Fölállt odállt egy fal el, és nézi a falat. Most nem tudtam elképzelni, mit csinál. Nem érti. Nem érted, hogy miért mindenki a magyarokkal játszik, nem? Izland, Ausztria, miért akar mindenki minket? Portugália, ilyen fura ez a VB, mindenki velünk játszik. Szóval tudjátok, hogy négyen vagyunk egy csoportban, miért csak 3 meccsünk van? De fura. Zsűr. Nézd arra a bögrére. Hány túl van benne? Hogy döntöttetek, lesz közös foci nézés? Lesz, jövő héten kedden. Igen. Jövő elvileg, igen. Mi a helyzet a kézeljárással, Jani? Nem haladok vele. Ez kicsit elengedted már tavaly, nem? Nem, az az igazság, hogy nem. Csak egyre inkább azt nézem, hogy rettenetesen súta vagyok. Nem. Tehát, hogy ugye alapvetően felépítettem a dolgot, megnéztem egy csomó videót fönt az interneten, hogy kell ezt elkezdeni. És a vállaim, a karjaim tökéletesen működnek ebből a szempontból, mert már mint tudom, 20 perc kézenállással kezdtem, most már ennek az 5-szörsét, 6-szorosát is simán tolom szériába, és tök jó belerősödtem már, de ugye az egyensúlyozás része az nem
nem mindig megy. Néhány másodpercig megy, de aztán csődöt mondok. Hát nem vagyok egy, nem vagyok egy csolány szilveszter, az biztos. Csak rossz időben tudod csinálni, nem tudom mi az angol neve, hogy kézen állsz, leengeded magad és kitolod magad. Az, amit ők csinálnak, az a, hogy hívják, az nekem az annyira nem jön be, mert a szóval nem. Jó, nem, semmi, csak kérdeztem. Bármikor meg tudom csinálni. Igen, megy ez a kézenállás falnál, fölengeded magad, fölengeded, és most nézd meg. Vagy van ám ezért bizonyítási kényszer. Azért van egyfajta, nézd, és Jani kézen áll. Kézen áll, úristen, Jani, leér a homlokod. Jó, van, szép. Jó, és ezzel is volna. Tudsz belőle csinálni? Most ez lesz a következő, figyelj. Ne, szép volt. Crossfitesek egyébként úgy csinálják, hogy leeresztik a térdüket, és föllökik magukat. Tehát náluk minden egy picit másképp történik. Igen, sok a húzózkodás is máshogy csinálják, de jó. Azt mondja, hogy gyerekek, azt tudjátok, hogy az Ákos ebben a pillanatban már szül, már nem ő, de hogy nem sokára már. Ez átvette a terheket a nejétől. Írt SMS. Mi a helyzet? Mit, hogy mit kell csinálni? Vagy? Hát megírta, hogy már nem sokára mennek be a szülőszobába. Finis van. De durva. Azért ez nagyon kemény. Csörgessük már meg csak egy pillanatra. Jó. Jó? Jó. Hát, ha tudunk még vele beszélni. Köszönjük a kérdéseket, drágák vagytok, köszönjük. Csak ezt lezártuk, mert játszunk egy hármasugrást, és meg Ákos feljövjük egy rövid időre. Végül odaadták a borítékot, vagy akkor az alapsorban szülnek? Persze. Autókulcsal együtt. Pont most mondtam, hogy úgy szerettem ezt a részt, a szülést. Majri doktor vagyok. Hello! Apuka! Gültem lett a gyerek? Hm? Mondta a feleséget, hogy legyen gültem? Itt még csináltak egy utolsó ultrahangot, és ő most fiúnak tűnik, egy kicsit meg vagyunk szeptemben, hogy legyen. Miért nincs fiú név? Nem, én láttam ott valamit, most eddig ugye lánynak tűnt, közben kívülök a folyosóra, amit már nővérke közben beugrott. Hova? De jó buliban. Figyelj, mi van, benn van az asszony? Mi a helyzet? Most az van, hogy valaki bement elénk, mert ő rosszabbul van. Egymás mellé állították őket, és azt mondták, hogy akkor az apuka már egyébként is szédült, meg minden baj volt, úgyhogy akkor menjenek ők, meg jó fejek voltunk, meg az orvos még valami nagy könyvben tanulmányoz valamit, úgyhogy... De ez kicsit olyan bizonytalannak tűnik ez az ugye, egész helyzet, hogy úgy dől el, hogy kiszül hamarabb, ki van rosszabbul. Ki van rosszabbul. Aztán jön a doki, aki föllapozza a nagykönyvet, hogy mit kell csinálni, te jó helyre mentetek, Ákos? Nem tudom, meg kicsit remegett a keze, most ivott valamit, én is kérem valamit, kis nyugtató. De egyébként minden rendben van. Minden rendben. Jól van. Doktor, mit mondott, hogy a négy nagy rossz közül melyikhez tartozik a gyerek? Negroid, európai? Igen, hát ez majd kiderül 15 perc múlva, hogy előtt kell ebben a feleségem az új postás miatt. Igen, jön a kis Ben Johnson érte brutális. Igen, úgyhogy nem tudom, a fiú lesz, mit csinálja? Tehát inkább azt mondjátok meg, hogy mi legyen a neve. Tegnap mondtad, hogy milyen lánynevet adtok, csak nem figyeltem. Hát a lánynév az megvan, az Luca. Luca. A fiú, akkor Lukász vagy? Igen. Ja. A kis Lukász. Hát nem, figyelj, ott van még egy kicsi időtök gondolkodni, csak aztán azt ugye rá kell írni. Tehát olyan sok idő, ott, sok idő már ott nincsen. De mi fiú nével egyébként nem is készültetek nagyon semmi? Abszolút nem, mert kinyomtattuk ezt a névlistát, és ő gyakorlatilag egy közös volt, ami nem vesztünk össze. Úgyhogy ő lett Marci, a kisfiam. Nincs több ötlet. Ó, nem csináljátok tudom. Placenta fotót, most ez a divat, reggel korán beszéltünk erről, Amerikában nagy divat, hogy a gyerek, a köldögzsinór és a placenta egy törölköző. Meg is sütik, meg megeszik, nem a bátrabbak. Azt is csinálják egyébként, most a placenta fotó az tényleg nagy divat az Amerikában. Egy is sütik. Felrakjátok az Instára, és akkor egy 10 másodperc után. Igen. De egész nyugodtnak tűnsz ahhoz képest, hogy nem sokára szül az asszony. Ugye a második gyerek, látod? Mennyivel másabb, mint az első. Itt már szelfizek mindenkivel, doktorosat játszom. Szereztél egy fehér köpenyt, egy stetoszkópot. Ki a következő? Menő. Na jól van, ügyesek legyetek akkor. Drukkolom. Hát köszönöm. Videó lesz? Hát berendeztem már egy ilyen 3-4 állásból. Jó. Jó. Átküldöd? Ugye írja valaki, ha lány, akkor Luca, a fiú, akkor Laca, és akkor meg is vagy. Meg vagytok egyébként. Így van. A Viktor még agyaljatok meg, ki tudja még meddig népszerű. Óvatosan csak az előtt. Okay. Vigyázz magad, Ákos, ciao. Köszönöm. Hello. Ciao.
ugye, hogy a második gyerek már mennyivel nyugodtabb vagy egyébként, én sem emlékszem. A Noel született, a belgyógyászaton álltam egy csomó ideig, mi rájöttem, hogy egyetlen van a szülészet. Nem jó helyen vagyok. Fura volt, de Mikit nem hozzák, egy kiderült, hogy már egy napja fönn van a felső emelet. És elég, mi baj a fülébe? Miért a füleme? Gyerek, a feleségem szülő, most jön gyerek. Kettővel följebb. Kéjebb van. Az ember a másodikat már nem stresszeli. Nem stresszeli túl. Na jól van, játszunk, itt van már is hallgatunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Hello, de mikor vagy? Hello. Timi, honnan írtál minket, Timi? Hát most szépen Fehérvár felé tartunk. Na, mit csináltok? Nyolcan? Igen. Készültem, megyünk kitelepülésre. Milyen kitelepülésre? Hát újságtól vagyunk, és a napilapra gyűjtünk előfizetőket. Ekkora baj, hogy már így kell menni toborozni? Nem. Hát ilyen Székesfehérváron is beindult a lokál, vagy mi történt? Igen. És ki a másik hét? Ők is? Hát van még három srác, meg a nővérem, szógorom, meg négyen vagyunk lányok. Igen, hostess csajok? Igen. Ez családi vállalkozás? Igen. Nővér, szógor? Rákérdezek, ez a családi lap? Igen. Nővérem, szógorom, férjem, én. És akkor miért megszólítotok embereket, hogy légy fizes elő? Tehát ez erről szól? Nem árulhatjuk el a titkot. Gyertek ki, küldjétek ki az embereket, és nézzetek meg minket. Nem azt nem mondhatod el, hogy mit csináltok? Tehát, hogy próbáltok rávenni őket, hogy legyen előfizetés? Gondolom ez a lényeg, nem? Hát mi csak beszélgetünk velük, ők döntik el a végén. Hát nyilván persze, átihelyettük, nem tudjátok eldönteni. Kisebb ráhatással. Jó, oké, Tim. Milyenek a kérdések, Jani? Ennyi intelligens emberek? Semmilyenek. Hányan vagytok, Timi? 8-an? Azt mondta, 8-an, ugye? 8-an, félreálltunk autóval, nagyon várjuk, és nagyon izgulunk. Sima ügy lesz nektek. Na menjünk, így szól az első. Melyik állat a közmondás szerint a szegény ember tehene? Mi csinál, szegény ember? Tehene? Csillessetek. Kecske. Na! Na, jó van. Szerencsé, hogy van. Lassan. Szerencsé, hogy van 3G Székesfehérvár felé. Vagy 4G, nem tudom, hány G. Négy lába van. Az szegény ember tehene. Szólj abban. Mehetünk tovább? Mehetünk. Hány méterről dobják a vízilabdában a büntetőt? 5. Ó, na ez jobban. Nem a gerendás bünteti a bírót. Egy műanyag székkel. Mi legyen? Menjünk tovább. Biztos? Abban ne nagyon higgyetek. Hidd el, jó lesz. Nem. Na figyeljetek, akkor így szól a harmadik kérdés. Ki az a magyar énekes, aki a P-Mobil, a Dynamit és a P-Box frontembere is volt? Öreg, fiatal. Idősebb. Hát, na jó. Hát ugye, mert már egy másik generáció, Vicky Dál Gyula. Akár is. Hát jó. Már elment. Na, nem, így van velünk. Még él. Na figyelj, indítjuk az órát, jó? Azt mondja, hogy hol van, már olyan régen bumoztunk. Mit kell csinálni? Még egyszer. Bumozni. Bum. Ordány. Aha. Mondjuk... Hát, oda tettétek! Ha máskor is így sikítotok, akkor... Azt a mindenit, volt bennük lendület. Passzívnak nem mondanám. Nem, volt bennetek vitamin. Igen. Ennyire még senki nem akarta. Ordítottak ahhoz köszönjük. Mondjad? Nagyon akarjuk. Nagyon? Nagyon. Na, könyörögjetek picit. Kérlek, Léci, nagyon szeretek, már szeretlek. Most már egészen megkedveltelek. Egyen jó. Valahogy egyre szimpatikusabb vagy. Most már így a nap végén egészen megkedveltelek. Nagyon jó. Még ezt kétszer elmondod, már nem is a csomag lesz a tét. Hajjal, haj nélkül mindenhoz. Mit mondod? Nem tudom. Bekenyett. A perverz bácsi. A perverz öregapó. Na mi tudod, mindegy is. Jelez? Jelez! Nekem jelez! Te puha vagy nekem nálam! Nekem jelez! Nézd a puncsost, nálam nem. Úgyis te vagy a főnök. Na, még ez is jó, szóval
Most 8 hostess lány. Nem, nem jelzett. Hát, nálam minden van, mutató nem. Jelez. 3 kanés van. Most már a Balázsnál is jelez. Romblott. Na, most kezdett. Van 3 fiú is. Jaj, de miért elkezdtek? Nálam nem, sajnos. Pedig nagyon tetszett a bum, tényleg. Nagyon jó volt. Nagyon meggyőző volt. Esélyek, nem a telefonba beszélsz. Akkor nem nyertünk. Sajnos nem, legközelebb. Nem. De a szoftvert nem lehet így. Befolyásolni, 8 csaj, 10 csaj. Nézzétek el neki, gyűlöli a hostess lányokat, mindig arra emlékeztetik, hogy házas. Lányok. Igen, ez egy ilyen világ. Puszilunk. Sziasztok. Legközelebb. Puszi. Megint küldök SMS-t. Jelen, nem. Akár egy héten belül kétszer is lehet. Ciao, ciao. Sziasztok, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azt mondja, Fruzsi azt írja, minek indexelni, ha ő tudja, merre megy. Ugye még visszatér. Hát, tényleg. Hát, Isten. Jaj, de szép. SMS. Úristen. Jól van. Na, 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Egy pici szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan, 2 perccel mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy közösségi oldal, a Reddit összeszedte azt, hogy milyenek voltak a hírességek, amikor diákok voltak, és arra kérték az oldal felhasználóit, hogyha tanítottak, vagy osztálytársai voltak különböző hollywoodi sztároknak, akkor írják meg, hogy hát milyenek voltak ők valójában. És mi megcsináltuk ugyanezt, megkértük hallgatóinkat, hogy lehetőleg tényleg igazat írjanak, és próbáljanak minél több konkrétumot, vagy konkrétummal ellátni az SMS-t, írják meg, hogy kivel jártak egy osztályba, hogy viselkedett, hova járt, milyen volt, és hát milyen volt vele az a néhány diák év, amit együtt töltöttetek. Nagyon sok SMS-t kaptunk hírességekről, hát nyilván nem tudunk mindegyiknek utána járni, de amikor már a konkrét sulit is megírták, akkor azért arra gondoltunk, hogy azért az igaz lehet. Az igaz lehet. És egy csomó információval gazdagoltunk. Holló Mártáról, Kánya Westről. Kánya West, Kánya Kata, eltitkolt testvérei. Szóval erről beszélgettünk, valamint arról, hogy Amerikában kitört egy őrület. Amerikai sztárok úgy védik a környezetet, felszólítanak mindenkit, hogy vagy a szabadban pisiljen, vagy pedig ne húzza le a budit. Csak 3-4 alkalom után, illetve, hogy mindenki vigyen magával egy pisit az zuhany alá, mert így nagyon sok ivóvizet lehet megsporolni, ha nem húzzuk le a WC-t. Gwyneth Paltrow is egyébként a kampány élére állt, és azt mondta, hogy igen, ezt én is így csinálom, elmegyek pisilni, de nem húzom le a WC-t, csak a 3.-4. alkalom után. Mi hallgatóinktól egyéb spórolási tippeket vártunk, és hát nagyon sokan írták meg nekünk az SMS-ben, hogy ők, vagy az ő családtagjuk hogy védi a környezetet. Egészen megdöbbentő dolgokat hallottunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:45 múlt pontosan 7 perccel. Szerintem visszaszámlálás. Ja, nem. Kettő. Hol a Jani gyerekek? Nem tudom, vért ad, nem? Elment vért adni? Lehet, az simán egyébként. Mi a recept? Elmondod addig? Elmondom, így van. Én grillezést elvesztem a hétvégére, az eső az nyilván tönkre fogja tenni ezt a történetet, bár nálam ez nem lehet akadályozó. Mindig ilyen tarját szoktunk grillezni, meg csirke mellett, és arra gondoltam, hogy legyen egy különlegesebb, egyel különlegesebb, de ez egy sertéshús. Nagyon sokan félnek attól, hogy a sertés szüzet, a szűzpecsenyét, ezt a gyönyörű, hosszú húsit, azt nem lehet grillen megcsinálni, meg kiszárad, leírtam, hogy hogyan, meg van egy nagyon jó grill fűszer keverék, saját készítésű, már hogyha valaki megcsinálja, akkor saját lesz neki is, és ezek vannak. Megint grillezési szaktanács, elég jól sikerült az étel. Jó lett? Én még mindig úgy szoktam, hogy most, hogy Velencén vagyunk, ott az arra járó kis kollégákat, a lakókat és az ott dolgozókat mondom, hogy srácok, gyertek, teszteljünk, és férfi emberek álltak ott csorgó nyállal, mondom, jó, akkor adok, gyertek. Úgyhogy én ilyet csináltam. Ez lett kép és fotó a Facebookon. Jól van. Így van. Jól hangzik. Ez jól hangzik. Jól néz ki nagyon. Olyan, mint a hüvelykúj meg a középső köztérész mutatós. Mi van veled? Isteni. Péntek van. Ilyenkor mindig van friss tiramisu a büfében. Itt azért is késtem egy kicsit. Itt nálunk? Aha. Tényleg? Mindig pénteken kicsinálom.
Hát én viszek haza is, meg a sogromra is most kikértem egy tányéra. Mindjárt jön Gábor, tarts ki. És egyébként jönnek folyamatosan a véradók továbbra, és 3-4-12-ig lehet még jönni. Üllői út 102, Klassz FM, ne felejtsétek el. Úgyhogy, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eddig jött. Nagyon sokan voltak. Nagyon sikeresek vagyunk ebben is. Ma nincs sok. Az bizony, hello. Nincs sok. Jó reggelt, egy picit halkítsd le kérlek a rádiót, köszi. Okay. Hogy hívnak? Robi, hello Robi. Csáó, hol hallgatsz minket, merre vagy? Budapesten. Ugye arra kértük hallgatóinkat, írják mennékünk, hogy kivel jártok egy iskolába, jöttek valódi SMS-ek, és azt gondolom, hogy fiktív SMS-ek is. Te a fiktív SMS kategóriában nyertél, annyit írtál nekünk, Demcsák Zsuzsa kedvence a Dianász cukorból. Szerelmes. Humoros. Zsuzsa veszi alapot, ennyi talán neki is belefér. Igen. Robikám, te vagy a nap hallgatója, küldünk neki egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Jó, köszi. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello. Ciao. Szia. Na, Csabi még mindig az operódon van, ugye? Kitart a körülmények ellenére, úgyhogy... Hát iszik valamit, az Csabi. Jó, az mindig olyan. Úgyhogy kérjetek Csabitól dalt, 555-55-00 a telefonszáma. Aztán, hát hétfő 6 órakor jövünk. Elmondtunk minden. Meg is vagyunk. Véradás, meg volt recept, meg így volt. Van. Nap, mindenkinek meg szép volt. Hétvégét, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Sziasztok! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Mor.